kormány mögött, vagy kint az utcán. Ez itt a Best of Morning Show. Egyre több olyan hirdetéssel találkozom, meg egyre több olyan reklámmal, interneten, de föliratban is, nagy óriás plakáton, újságban, mindenütt, hogy egy picit azt érzem, hogyha én nem veszek drága karácsonyi ajándékot annak árán, hogy kölcsönt, hitelt nevezzük akár, hogy veszek föl, akkor én egy rohadék vagyok. Uh-huh. Tudod, hogy azt mondják, hogy legyen boldogabb a karácsony, és ez a hívó szó benne, és engem ez egy picit zavar, hogy legyen boldogabb a karácsony, vegyél föl ilyen és olyan személyi kölcsönt, hitelt. Na, ez nagyon jó, mert ezt én nagyon máshogy gondolom. Akár micsoda. Mi a baj? Baj nincs vele, a hasonló témakörről... Vagy mit nem szeretsz, akkor úgy kérdezem, vagy... Hogy ne keverjük már össze a kettőt. Nincs bajom azzal, hogyha valaki megszorul, akkor van hova mennie, és személyi kölcsönt vesz fel. Csak egy picit azt érzem, hogy a karácsony jelszavával, a szeretet jelszavával, és azzal, hogy téged kisebbítenek emberi mi voltodban, hogyha te nem veszed drága karácsonyi ajándékot, azzal próbálnak rávenni arra, hogy vegyél fel ilyen pénzt. Hát ez a reklám nem mondja azt, hogy aki nem vesz kisebb, vagy az ilyen típusú reklámok tévében látsz, hanem azt mondja, hogy vegyél föl hitel. Sugalja egy kicsit. Sugalja. Hogy a tökéletes sugalja, hogy a tökéletes karácsonyt akarsz, akkor ajándékot kell venni, lehetőleg drágát, és ha neked erre nincs pénzed, akkor mi adunk neked erre. De most mi, tehát hol a baj? A reklámmal? Igen, szerintem. A csúnya gonosz reklámok? Nem a csúnya gonosz reklámok, meg még egyszer mondom, jó a pénzügyi szolgáltatás. Szerintem jó a reklám. Kell. De nem jó. Dehogy nem. Balázs, hát nem keverheted össze a kettőt, az, hogy pénz. De ezzel azt mondod... Nem a reklámmal van a baj. De ezzel te azt hivatalosan pecséttel aláírva legalizálod, hogy a karácsony csak akkor szép, ha nagy ajándékot veszel. Dehogy is. De. Ez nem így van. Hát én miért? Hogy? Dehogy is. Hát figyelj, hát ez nem a reklám nem a reklám a hibás, ha te valamit fölveszel a hitelt, nem a hülye reklám. Hülye az, aki elhiszi, hogy csak akkor lesz, ha hitelbe veri magát, vagy ne adj Isten, nincs neki, és ezért szegénynek hitelt kell felvenni. Akkor nem hülye. Bár nem hiszem, hogy egyébként nem lehet kis apró ajándékokkal hitel nélkül megoldani egy karácsony, de tételezzük fel, hogy van ilyen. De a reklám miért lenne hülye? Hát a reklám kiszolgálja azt az igényt, amire egyébként az emberek igényt tartanak, hogy ők hitelt akarnak felvenni. Azért tudja reklámozni, mert valószínű azzal ő forgalmat generál, vagyis van rá igény, hogy az emberek fel akarnak venni. Nem a reklám a hülye. A reklám kiszolgálja azt, vagy megmutatja azt, hogy van egy ilyen lehetőség. Két különböző dologról beszél. Na én ezért kérdezem, hogy kire mondod, aki felveszi, vagy hogy csúnya gonosz reklámok, mert szerintem nem csúnya gonosz reklám. A hitel intézménye az egy szükséges dolog. Vannak olyan pillanatok, amikor nem tudsz másképp tovább lépni az életben, és ez így van. Nem ez a baj, hanem az, hogy a reklámmal van bajom, hogy ne keverje bele a karácsony. De nincs mondja a reklámmal baj, ez egy szolgáltatás. Van, miért, ha van. Neked egyébként hétköznap egy hűtőt ad el januárba, vagy októberben egy kocsit, vagy egyébként szeptemberben egy mikrót, az mi a különbség? Nincs különbség. Ez egy szolgáltatás, amit te igénybe vehetsz. Az emberrel van a baj, aki azt gondolja, hogy az én családom nem lesz boldog, csak ha 200 ezerért megveszem azt a tévét hitelből. De erre ne erősíts rá. Tehát de, ez nem, de ezt te nem tolhatod, mint hiteladó intézmény. De ő elad valamit, hogy ne élhetne azzal a lehetőséggel, hogy karácsony van. Nem az a, nem azzal van a baj, aki tolja. Tehát hányféle termék van? Ebből van, ami jó, van, ami rossz. Te megveszed, te eldöntöd, hogy te élsz-e azzal. Nem a reklám a hibás, hogy megveszek valamit, akkor én vagyok a hibás, vagy kihasználom, vagy elhiszem, vagy bedőlök egy terméknek. Hát annak utána kell járni, nem a reklám de a hibás. Azt ha csak reklám... nem valami valótlan dolgot, hamis gyógyszer, mit tudom, bármit árul. Hát miért mondaná a reklám? Mert azt mondja, hogy ha fölveszed a pénzt, és veszel nagy ajándékot, igen? Csodás karácsonyod lesz, ha állítasz egy ilyet, annak van egy ellenkezője, amit bár ez a reklám nem mond ki, de nem titokban, az agyadban benne van, hogy ha nem veszem föl ezt a pénzt, és nem veszek nagy ajándékot, akkor én szerintem nem vagyok. Egy csomóan nem tehetik meg, hogy nagy ajándékot vegyenek, de mégsem érzik azt a reklám hatására, hogy ők ettől kevesebbek lennének, mert szerintem ez a reklám nem mondja a többi embernek, aki nem vesz föl hitelt, hogy ha te nem veszel föl, kevesebb vagy. Sugalmazza. Ez a reklám azt a célközönséget szólítja meg, vagy az ilyen típusú reklámok, akik egyébként vagy rászorulnak, de most nézzük azt, aki mondjuk nem szorul rá, mert ez egy egyértelmű dolog. Az egy tiszta helyzet, hogy föl kell venni, tehát nem tudod, miből megoldani. Nézzük azt, akik mondjuk meg tudnák, de bedőlnek ennek a reklámnak. Ott valójában a reklám a hibás, vagy valójában az ember a hibás. Aki azt mondja, hogy basszus, tényleg el kell hinnem, hogy meg kell fölvennem hitelre, és meg kell vennem a második tévét hitelre, vagy a nagyobb hűtőt, mert boldogtalan lesz az a gyerek, vagy az az anyuka nem, a falat. De hogy lesz boldogtalan? Akkor nem a reklám a hibás, hanem az emberi hülyesség. Leszámítva azokat, akikről most mondjuk nem beszélünk, és szegényeknek mondjuk tényleg nem tudják más
máshogy megoldani, hangsúlyozom. Nem hibáztathatod a reklámot. Tehát ha neked eladnak egy egyiptomi utat 1 millióért, és te azt kifizeted, és egyébként ugyanaz az út van, interneten való 100 000-ért, és te elhitted a reklámnak, és nem jártál, nem a reklám a hibás. De én egy lehetőség... hibáztatom a reklámot. De az onnan indultunk, hogy már negyedik ilyen reklámot látod, és a csúnya gonosz reklám. Nem azt mondtam, hogy csúnya, de azt mondtam. Akkor, igen. Jó, akkor ezt mondom, hogy csúnya gonosz reklám, mert nem a pénz. Tehát nem a hitellel van bajom, nem a lehetőséggel van értem, bajom. Azzal van bajom, hogy egy picit még annak is rosszabb lesz a saját megítélése, aki nem fogja fölvenni a hitelt. De miért lenne már rosszabb? Mert azt mondod, hogy azon múlik, hogy mekkora a jár. Én de szerintem ez az embernek a hitrendszerén múlik, a szívén, a lehetőségein, meg a meggyőződésein. Vannak, szerintem hogy... ez nem azon múlik, hogy most hogy attól te lehetsz szomorú, hogy te valamit nem tudsz megvenni a gyerekednek, vagy a családodnak, de nem leszel szomorúbb, hogy látsz egy reklámot, ami azt mondja, hogy vegyél föl hitelt, miközben te úgy döntesz, hogy te mondjuk nem veszel föl hitelt. Nem a reklám hatására leszél szerintem te szomorú. De azt mondja, hanem hogy azért, tökéletes mert nincs... karácsonyod lesz. Aha. Csodálatos karácsony a hitellel. Egy terméket adnak el ezzel. Nekem ezzel nincs igazából bajom. A reklám üzenetével egyébként lehet vitatkozni, meg lehet vele nem egyetérteni, mert ha gyakorlatilag megnézed, ugye ez nem csak karácsonyra vonatkozik, hanem egészében vannak ugyanilyen jellegű reklámok, amik azt sugalják, hogy bizony, te nem tartozol bizonyos minőséghez, nem tartozol bizonyos társadalmi réteghez, nem képvisel semmiféle nívót, ha nem veszed meg azt a bizonyos terméket, ha nem vásárolsz meg egy ilyen autót, igen, nem de vásárolsz egy meg egy ilyen televíziót. Igen, de ugyanakkor meg a személyes felelősséget nem lehet tényleg besöpörni a szőnyeg alá, mert az mégiscsak rajtad múlik, hogy most felveszed ezt a hitelt, megveszed azt az autót, megveszed azt a tévét, úgyhogy nem kell letenned semmit, és majd ráérsz fizetni majd 3. Ez a te döntésed. Ez az emberek sokszor egyébként pont azért panaszkodnak, hogy nem kapnak lehetőséget arra az életükben, a saját életükben, hogy a saját életükről döntsenek. Nagyon sokszor van ez. Itt most nagyon sokszor van ez mindenféle területén az életnek. Itt dönthetsz, rajtad áll vagy bukik, hogy felvállod, nem vállalod, tudod fizetni, nem tudod fizetni. Ez a te döntésed. Csak más az üzenet, hogyha azt mondod, hogy váltsa valóra élete legnagyobb nyaralását, és ehhez vegyen föl, tüptörűbb akármit, pénzügyi segítséget, más az üzenete, mert azt mondod, hogy basszus, tényleg. Menjünk már nyaralni, nem voltunk 10 éve, majd valahogy kifizetjük. De ugyanúgy bevágnak, ugyanúgy az érzelmeidre appellel, ugyanúgy a nagy nyaralásra, az életed nyaralásra, ugyanúgy az emocionális részedet érinti meg karácsonykor is. Igen, de nem a pénzfölvételről van szó magáról, értem, hanem mondasz. Arról van szó, hogyha te úgy döntesz, hogy én ezt nem tudom vállalni, ezt a hitelkeretet, és nem fogom fölvenni a hitelt, tehát ha még okos döntést hozol a saját dolgodban, mert pénzügyileg nem teheted meg azt, hogy majd havi 20 000 forintot fizetsz 1 éven, 10 éven keresztül, nem tudom meddig, még akkor is benned lehet az, hogy hát igen, nem lesz olyan szép a karácsony, ha nincs nagy ajándék. De mondjuk te nem tudsz valamit megvenni, akkor neked rosszabb lesz a karácsony, ha látsz egy ilyen reklámot? Nekem nem lesz rosszabb, de lehet, hogy embereknek, aki, ha mindenki ezt súlykolja, hogy csak a nagy fa, csak a nagy ajándék, csak a nagy izé, akkor lehet, hogy nem, egy kicsit így megszontyolodsz rajta. Vagy aki már jut odáig, hogy csak ezért nem veszek fel egy pénzügyi szolgáltatást, egy hitelt. Szerintem az ilyen típusú reklámokkal nekem se az ég egyet a világon semmi bajom nincs. Hát ez egy szolgáltatás. Az, hogy ők egy feltételrendszerhez kötik, és azt üzenik, hogy boldogabb karácsony, az már a te hitrendszered, hogy elhiszed-e, hogy valójában tényleg attól boldogabb a karácsony. Jó, tehát neked el akarnak adni valamit, egy kamu evő eszköz készletet, vagy elmész egy ilyen, mikre járnak az idősek, és ott mindenféle termékbemutatós. Rohadt nagy szemétség, de kell hozzá az alany is, tehát kell az ember is hozzá, hogy elhiggye, hogy tényleg csak akkor lesz boldogabb a karácsonyom. Tehát mit csinál? Benyalja ezt a reklámot, és elindul a bankba, és felveszi a hitelt, hogy boldogabb legyen a karácsonyom. Nem lesz boldogabb. Tehát, hogy ettől nem lesz boldogabb, de ettől nem feltétlenül az a hibás, aki ezt üzeni neked, hogy neked boldog. Ő 101. részt akarja megtálni a piacon, és eljutatni hozzád az üzenetedet. Fogd föl, felnőtt ember vagy, döntsd el, hogy te mit szeretnél, és neked valójában mitől lesz boldog a karácsony. Húzható a szent ünnep. Érted? Gyerekek, behúzható? A karácsony egy biznisz, hát ne legyünk már naivak. Évente elkölt az emberek, nagy rész elkölt 80-100 milliárd forintot karácsonykor. Miért? Aki nem hitelt ad, hanem leértékelt valamit, aki 2-1-hez, aki akciót csinál, aki a 100. ugyanolyan dolgot, az nem keresni akar a karácsonyon? Dehogy nem. A bankok nem keresni akarnak? Dehogy nem. Van a fogyasztó, aki eldönti. Kell az a nagyobb autó, mert most 20%-kal olcsóbb karácsonykor? Nem kell, de vegyük meg, mert azt gondoljuk, boldogabbak leszünk. Dehogy leszünk. 3 hónap múlva az se lesz jó, még nagyobb kell majd. A karácsony biznisz, bank biznisz,
csinálnak belőle a bankok, az autógyárak, a kávégyárak, a csokoládégyárak, mindenhol biznisz van. Mitől szemetebb egy bank ebben az esetben, és mitől szemetebb az a szaloncukorgyártó, aki azt mondja, hogy vedd meg az enyémet 400 forintért, mert egyébként 600, de ha ezt megveszed, igazán finom, nagyon csokoládé, és boldog lesz a gyerek, mosolyogni fog, ez csak kilója 400 forint. Ugyanúgy arra appellál. Az egy ajánlattétel. Hát te bír a bank is neked egy ajánlatot tesz ebben a formában. De az egy 400 meg egy 600 forintos csokoládé. Én az érzelmi töltetét kifogásolom ennek a dolognak. Én nem ezeket a reklámokat hibáztatnám. Az emberek gondolkodása a hibás. Az a hibás, aki azon pánikol, hogy úristen, milyen nagy dolgot tegyek a falá, és mitől lesz még nagyobb, és mitől vegyünk még meg a 6. tévét, meg a 8. hűtőszekrét. És én az egésztől egyébként ezért vagyok rosszul, mert nem szól másról a dolog. Tényleg évek óta, tegnap ben voltam a belvárosban, és egy óra után kijöttünk, mert egymást ölő, anyázó biciklisek, autósok, tehát konkrétan véletlen lementem jobb oldalra egy pillanatra a bringasába, mert néztem egy parkolóhelyet. És egy nő elkezdte verni a kocsimany a oldalát hátul. Mert nem férte, de én nem vettem észre, csak pillanatra elnézte. És elkezdett olyan minősítetlen hangnemes stílusban beszélni, miközben a gyerek ott ült a hátsó ülésen, hogy majdnem kiszálltam és megrángattam, pedig nem csinálok ilyet. Hogy a te anyádat, hogy mit kézelsz, hogy menj neked ilyen autón, takarodjál, figyelj ide, véletlen egy másodpercet töltöttem el, az lehúzottam, egyébként kimentem volna, láttam, hogy ezt elkezdte ököllel ütni. Na, ez azért ököllel. Van, mert súlykolják neki, és hogy akkor most, érted? Érted, és bemész, és egy óratán ki akarsz jönni a városba, nem azt látod, hogy karácsony van, azt látod, hogy az emberek meggyilkolják egy parkolóhelyért egymást, az egész rosszul vagy hány ingered van, plázába taposod a másikat, hogy oda tudjál érni valamit, na, az egész erről szól. Van, hát egyről beszél, a fejekben kéne rendet tenni, és azt mondja, hogy figyelj, te gyerekek, nem lesz nagy karácsony. Csinálok egy dolgot kézzel, csinálok egy apróságot, összeülünk, együtt vagyunk, azokra gondolunk, akik már nincsenek, tök jó lesz, eszünk valamit, és boldog lesz a karácsony. Na. Nem attól lesz boldogabb, hogy én fölveszem a hitellel a nagyobb tévét. Vagyis mi van, akkor az ember a hülye, aki föl az akarja ember venni. A hülye, de ha mindenhonnan tehát, ezt sugározzák rád. De felnőtt hogy... emberként, önálló individumként el kell tudnod dönteni, hogy mit engedsz be ebből az életedbe. Hagyod, hogy a reklámok megnyomorítsanak, és boldogtalanabb leszel, mert azt súlykolják, hogy csak akkor vagy boldog. Vagy azt mondod a reklámoknak, kapjátok be, nem leszek boldogtalan, mert nincs nagyobb tévé, ugyanolyan boldog leszek, mert ott van a családom, meg ott van az anyám, meg ott van a gyerekem. Ez a különbség. Érted? És közben mész, azt ott van az óriás plakát, hogy ha igazán a naív bedől. Sajnálom, a naív, aki naív, az bedől. És nem arról beszélek, aki nem tudja, hogy megoldani. Mondom, a naív, az bedől. De azokat viszont nem tudom sajnálni. Miért elhitt egy álmot, elhitt egy mesét, akkor most ki a hülye? Aki adta a mesét, vagy aki elhitte, benyalta és fölvett hitelt? Oké, csak az emberekre nem tud rábízni ezt a felelősséget. Ki dönts el, ha nem az ember? Hát hogy boldogabb leszel egy nagyobb, nagyobb hűtőszekrényen. Ne húzd már föl, hát alkalmatlan rá az ember. Akkor a bankok mondják azt, hogy ne adjuk el a hitelt, hiszen az emberek alkalmatlanak rá. Akkor ne adjuk el a hitelt, ne, érted? Nem, akkor mit mondjon a bank? A bank adjon korrekt hitelt, írja ki, hogy ennyibe kerül mennyibe, vedd föl, ha akarod. Csak pont a lélek nyomasztását mondom a reklámnak. Hogy mondjuk azért, vagyok beszélni felé, azért ez is egy picit naív hozzáállás, hát te is nagyon jól tudod, hogy akkor a reklámnak az üzenete nem az lenne, ami most a nagybetűs, hanem az, ami most kisbetűs. Tehát, hogy egy dolognak helyet kellene cserélni ahhoz, hogy ők az igazságot soha nem fogják az embereknek az arcába tolni, hogy de ha feltetszik venni ezt a hitelt, akkor az majd ilyen következményekkel fog járni. Nem. Hát már eleve ugye egy reklámnak már maga a képi megvalósítása, az üzenete, a mondani valója, azok a mondatok, amik elhangzanak benne, azok is mind-mind csúsztatás. Hát megfigyeled, egy nagyon szép, boldognak tűnő, egyébként tök jól öltözött, nagyon szépen berendezett családban valaki búslakodik, hogy nem tud venni magának a karakterét. De nézd meg a gyógyszerreklámot. Egyébként a lakás úgy néz ki, mint ahogy az emberek 90%-án nem ebben az országban. Nézd meg a gyógyszerreklámot, sanyarú sorsú apukát kiküldik, hogy nem tudom, hozza be a kutyának a vizes táját, bejön, megissza, jobban lesz. Álmot árul mindenki, aki a kereskedelemben dolgozik. Te azért nyúlsz oda, mert elhitetik veled azt az álmot, hogy neked megszólal a piros lámpa, és rájössz, hogy ez neked nem kell, vagy nem szólal, mert meg is megveszed, mert benyalod, az a te saját felelősséged. A magyar emberrel mindig az a legnagyobb baj, és a mi gondolkodásunkkal egyébként mindig az a legnagyobb baj, hogy sosem azt mondjuk, hogy mi rontottuk el, hanem azt mondjuk, hogy elrontották ezek, elrontották azok, tehet róla ez, tehet róla az. A magyar ember nem tudja azt kimondani, hogy én ezt most elrontottam, felelősséget vállalok a saját életemért, nem kellett volna beleugrani, én rontottam el, és most nem csak a bankhitelekről beszélek, mert abban azért nem csak az emberek rontották el, hanem általában mindig valaki más a hibás. Más a hibás a karácsony, hogy fölveszünk hitelt. Dehogy más a hibás. Nem a nyomja a bank, hogy vegyél föl hitelt, ez a dolga, adja el, az ember meg döntse el, hát dehogy is. De félreértettük egymást, tehát hogy
ezt az egészet értem, és ebben igazad van, hogy a felelősség az emberé. Így én van. Azt vonom kétségbe, hogy, hogy van egy üzenete a dolognak, és nem maga a hitelüzenetről beszélek, meg nem maga a pénzfelvétel üzenetről, hanem hogy azt súlykolod meg, hogy csak akkor vagy boldog, ha nagy ajándékot veszel. Érted? Tehát nem a hitel, amit te is elmondtál, van, akinek erre szüksége van, menjen be. De ez a fogyasztói társadalom üzenete. Hogy boldogabb vagy a 6-os iPhone-tól, hogy boldogabb vagy a nagy autótól, hogy boldogabb vagy a nyaralótól, hogy boldogabb vagy attól, ha szerzel valamit. És amíg nem jössz rá, hogy a boldogságban az egy szubjektív dolog, és ezt a boldogságérzetet saját magadban kell elkezdeni kialakítani, függetlenül a külső körülményektől, addig a fogyasztói társadalom legjobban fogyasztó prédája leszel. Ha rájössz, hogy nem kötött feltételekhez a saját boldogságodat, hanem kialakítod magadban is egy állandó boldogság szinten élsz, akkor már nem leszel függő a fogyasztástól. Meg a kockázatokról senki nem akar hallani, érted? A kockázatok és mellékhatások tekintetében beszél az orvosoddal vagy gyógyszerészeddel, de a reklám az nem erről szól, hanem arról, hogyha bekapod azt a bogyót, akkor minden frankó lesz. De én tökre értem. Mi a neve a bogyó? Kék színű, és már próbáltam. És én láttam a fotókat. Hallan, egy hétig nem aludtam. Én csak a kabátomat akasztottam rá, de azt is megfogtam. Szóval, hát, én tökre értem, hogy mit mondasz, meg értem, hogy min húzod föl magad, egyel tovább gondolva a dolgot, szerintem felnőtt emberként tudni kell felelősséget vállalni a mindenkinek a saját döntéseiért, és nem az a hibás, aki felkínálja, hanem aki hülye módon él vele, mert nem gondolja egyébként, hogy január 5-én viszont elmúlnak az ünnepek. És január 5-én jönni fog, és 0%-ra elviszem. Miről szól ez a nulla kezdőrészlet? Arról szól, hogy nem adsz ki pénzt, és azt hiszed, hogy nem jön meg. Az egész egy nagy pszichológiai átverés. Tanulmányozták, kísérletek mutatják, hogy ha 0%-kal, nulla kezdőrészlettel viheted el, effektíven nem adsz ki pénzt a kezedből, és azt érzed, hogy csak jönnek a dolgok. Nem törődsz a januárra, aztán ott a január, és jön a három részlet, amit megvettél nulla kezdőrészlettel, érted? Szóval, hogy... Ne nézzél így rám, nem vettem. Feri, tudod, mit nem értek benned? Azt, hogy te tényleg nem fogod fel, hogy azok az emberek, akik ezeket a reklámokat készítik, meg azok, akik ezeket a termékeket, meg szolgáltatásokat el akarják jutni, adni neked például, azok ugyanúgy szeretnének karácsonyi ajándékot venni a gyerekeiknek. Az enyém. És ha nincsen jutalék, ha nincs bevétel, hogyha nem adták el a terméket vagy a szolgáltatást, akkor nem fognak tudni. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Íme. Azért kellett felvennie a jelmezt, mert mentési gyakorlatot oktattak a dolgozóknak arra az esetre, ha a gorilla kiszabadulna. De értitek az alapsztorit, hogy ott beöltözöl egy gorilla jelmezbe, mert mentési gyakorlat van. Hát azt azért el lehet játszani gorilla nélkül is. Hogy igen. Na de várjál, tehát, hogy ki ment kit? Tehát ő beöltözött, ugye az állatkerti munkás beöltözött gorillának. Aha. Uh-huh. És ő lement négy kézláb, és elkezdett az állatkertben szaladni, hogy eljátszák. Igen. Azt, hogy milyen, amikor a gorilla kiszabadul. Evett ezt, azt, lengedezett ott néhány indán. Nem szóltak a legilletégesebbnek, az állatorvosnak, és a doki az ugye, mivel a jelmez túl élethűre sikeredett, a marha azt hitt, hogy kiszabadult a gorilla. Na, szerint már milyen furcsa viselkedik Pedro. Hozzátok a flintát, öcsi. Na most figyelj, mekkora a dózis egy 200 kilós gorillának? Hát, tehát ezek ilyen 200-300 kilós, ilyen kis szürke hátú, ilyen kicsi. Tehát nem egy 80 kilós emberre tervezték ezt a dózist. Az orvos képességeit azóta már kétségbe vonták egyébként, de hogy jól szerepelt, mert hogy lából lőtte a szerencsét. Igen, és első lövésre eltalálta. Hát lehet, hogy kirúgják a dokit. De miért rúgják? De ő végezte a dolgát. Hát ő neki nem szóltak, hogy ott gorilla gyakorlat van. Hát most én állatorvos vagyok, és látom, hogy a gorilla kiszabadul, hát lából lövöm. Hát figyelj, megfékezte a fenevadot. Próbált még beszélni, vajon amikor meglőttek, és erre az orvos lőtt még egyet, csak még már beszélt is. Le akarja venni a fejét, nézd már, veszett a gorilla, akarja szedni a fejét, de hogy a fejét akarja, csak a jelmet leszedni a fejét. Még egyet, áll bele. Megveszett a fejét, akarja letépni. Hozzé járvadó egy tartalítára gyorsan. De ez megvan, amikor mondjuk még senki nem rohant oda, mert a gorilla másfelé futott, az orvos belelőtt, és oda ment, tudod, fegyvere a hátán, igen, rátette a bal lábát, aha, készült egy fotó. De előtte még belerúgott kettőt, ne, az ox még a igen, és ebben a pillanatban így a gondozóról így működik, legurult a gorilla fej, tudod, és akkor jössz rá, hogy belelőttél egy emberbe. Azért az, de gondold, amikor leszedik a fej. Köszönöm, megevett egy ápolót. Egészen lenyelte a Lélát. Nézd, ez nem a Józsi, megette az egészen. Ezek a riadók, én nem tudom ennek mi értelme van. Bár jó, ha az állatkert ezt leszimulálja, ez nem rossz. Hát ez olyan, mint a tűzrendészeti vagy a bombariadó gyakorlat. És akkor ebben a Santa Cruz állatkertben egyébként minden állatot letesztelnek?
Tehát van úgy, hogy meghívják a kínai artista csoportot, adnak rájuk egy zsiráfjelmezt, és négy kínai artista zsiráfnak öltözve rohan. Tehát hogy akkor ott mindenki szabadul a Santa Cruz járatban. Bemennek az akvárium részbe, és a vitorlás alakra is. A nyíregyháziak is szerintem sokkal jobban járnának, hogyha leleveznék ezt a dolgot a Santa Cruz állatkerttel, hogy küldjenek már egy panda jelmezt. Meg egy oktatót, aki betanítja valamelyik nyíregyházi gondozót, hogy sétálgasson ott a ketrecben, kiszúrná már ki, nem? Nem kell sétálgatni, hát de panda vagy a hátadon fekszel. Én láttam a kínai állatkertben, olyan rohadt unalmasak egyébként, be voltak rakva üveg mögé 8-an, az egyik néha egy fölnyújt, leszedett egy kis bambusz, abban nagyon unottan belerágott, a másik még egy széttett lábbal, 6 másik feküdt, és meg nem mozdultak, mondom, tudja, hogy ezek ilyen kínai statiszták, akiket ide így beraknak, fölhúzzák ezeket a kis panda jelmezeket reggel, és akkor ott ül a kis hülye, meg a kis Xian, és egész nap meg sem mozdulnak. Basszus, rohadt unalmas lehet, nem? Dög unalmas a panda egyébként. Ott fekszel, és csak egész nap bambusz. Köszönjük a pénteki adagot. Figyelj, hát most a magyar állatkerte közül valaki bevállalós lenne, akkor simán megcsinálna, hogy egy hétig valakit beöltöztetne pandának. De hát Zsűl pandának tökéletes lenne. Mondjuk tényleg az. Figyelj, Zsűl, rád adnám, figyelj, dögre keresnénk magunkat, 100%-ot kapnát, minden pandát, külön belépőjét szeretnék a pandára, és minden panda utáni megvett belépőjegy után 20%-ot megkapna az, aki a pandát alakítja. Titoktartási tirat nélkül, beraknék neked egy csomó bambuszt, és egy órában 5 perc pihenőt kaphatnál, amikor elmész hátra a takarásba, leveszed gyorsan a jelmezt, eszel egy kicsit, iszol egy kortyot, visszajelmez, és megint visszacammogsz. Hülyére keresni magad, és az évszázad átverése lenne. Hát megszólaltatjuk az állatkert igazgatóját, hogy honnan van a panda, hát a kínaiak nem nyilatkoznak. Van. 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 Örülsz, nézed, fizetsz. És mit akartok még? Igen, mi kell még? Add le a listát. Örülsz, nézed, fizetsz. Örülsz. Aha. De hát csúnyán beszik. Megfogod a szádat. De visszainteg. Kacsintod. De látjuk a takarásba, levette csöndbe vagy nézed panda. Mit mondtál? Delfint hogy hamisítaná Balázs? Az sincs Magyarországon. Micsoda? Eddig nem volt? Delfin. Delfin. De ez delfin az. Nézed, csöndbe vagy, fizetsz. Aha. Az. Ott úszik. Ott úszik. De hát nem is úszik. Az. Nézed. Fizetsz. Az nem a Feri. Nézd már, kijött a vízből. Nem jött ki, visszamegy, nem dumálsz, fizetsz. Nézd a kis cerkofa. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Ez itt a Best of Morning Show. Vendégünk van itt a stúdióban, méghozzá egy olyan ember, aki számunkra, és azt hiszem talán fogalmazhatok többes számban, olyan dolgot csinál nap, mint nap, ami mindhármunk számára kicsit érthetetlen, értelmezhetetlen. De most nem ezért valik. De mégis egy nagyon izgalmas világ tárul föl szerintem most előttünk, és van apropója is a dolognak, hiszen nem sokára bemutatják ugye a Jurassic Park legújabb részét, én már nem tudom, Jurassic Park 4 vagy 5, ami gyermekkorunk, hát kinek gyermekkor, igen, kinek kamaszkor, igen, meghatározó filmjei közé tartozott, ugye Steven Spielberg által rendezett Jurassic Park 1991 vagy 92, amikor hát mikor nézte meg. Ki mikor nézte meg, akkor volt a bemutató, amikor szájtátva néztük, hogy triceratopsok, T-rexek, velociraptorok elevenednek meg előttünk, és hát életnagyságban 3D-ben, mit tudom én, mozognak a filmvásznon. Amiről most megkiderült, hogy kamu, az egész nem úgy néznek ki. Nem úgy néznek ki, akkor gondoltuk. És meghívtunk egy paleontológust, hogy beszélgessünk egy kicsit vele. Egyrészt magáról a filmről, hogy mi igaz abból, amit ott látunk. Igaz-e, hogy a T-rex az csak mozgásra közlekedett régen? Igaz-e, hogy a raptorok hárman támadnak egy előről, kettő oldalról? És magáról, erről a foglalkozásról, mint mesterség, ha valaki paleontológus, számunkra nagy rejtély. Ősi Attila vendégünk. Hello Attila, jó reggelt kívánunk! Ősi Attila, hát névvel nem szokás humorizálni. Bocsánat. Ugyanezt kapta tőlem is. De gyerekek, hát ezt nem tudom kihagyni, hogy valaki paleontológus több millió éves csontokat kapargál, és közben így hívják. Hát valószínű, hogy már ez elrendelt volt neked, nem? Hogy... Roman Stoneman szokták mondani, de hát... Így van. Ez idegenül volt, hagyjad. Jelentsen ez bármit is. Így van, a név kötelez, ahogy mondtad. Na, te ezt már gyerekkorodban tudtad, Attila, hogy te csontok között botorkálva csontokat kapargálva mész majd? Vagy láttál te is egy filmet, és az adott egy lökést. Nem, abszolút engem. Csak a gimnázium elején kezdett el érdekel, 90-es évek közepén, de már az első Jurassic Park után. De láttad a filmet? Láttam. Az lökött rajta, hogy ez legyél? Annyit nem.
nem. Amikor azt láttam én már, akkor már... Akkor te már tudtad, igen, hogy ez a jövő. A múlt a jövő. Igen, az ajkai mozikba azért nem adták egyből a Kármánkol is megjelenés után. Az ajkai mozgóban. Igen, ez egy baromi érdekes dolog, amit ti csináltok, egyben számomra teljesen értelmezhetetlen, hogy kimennek felnőtt emberek, és hosszú heteken, hónapokon keresztül túrják a földöt, valaki talál egy szabad szemmel alig látható csontszilánkot, körbeálljátok, leizzadtok, felkiáltotok, és azt mondjátok, hogy úristen. Igen, meg az nem az. 60 millió éves valami. Ráadásul Magyarország, ha jól tudom, lelőhelyekben nem is annyira gazdag. Tehát itthon ezt kutatni nem is annyira hálás feladat, nem? Hát ősmaradvány lelőhelyek azok vannak szép száma hazánk területén, de mondjuk dinoszaurusz lelőhelyekben tényleg nem bővelkedünk. Tehát 2000-ig csak néhány lábnyomot ismertünk a dinoszauruszoktól, a mecsekből, amik 200 millió éves lábnyomok voltak. De az első csontokat, azokat mi találtuk meg 2000-ben a Bakonyban. És van olyan, hogy mit tudom én, egy ilyen gyengébb képességű paleontológus, amikor azt mondta, hogy nézd ott egy lábnyom, hol, és átgázol rajta, mert valaki egy kicsit mondjuk elragadott abban az adrenalintól, van ilyen, hogy ott... Hát biztos, de a lábnyomokat illetően nem mindegyik lábnyom olyan jól látható. Tehát van olyan, amikor egy egész sétateret találnak, 1988-ban bekövetkezett, ez geológus hallgatók fedeztek fel, tényleg több 10 méter hosszan dinoszaurusz lábnyomok tucatjait, ahol valamelyik lábnyom tök mély és jól látható, szép, három új, mint egy csirke lábnyom, de van, amelyik meg tényleg egészen seké. Igen. De egészen lázba jöttél, ahogy hirtelen erről a lehetről elkezdtél beszélni. Mennyi ideig kell keresnetek ahhoz, hogy végül találjatok valamit? Hosszú hónapok után van valami, vagy van úgy, hogy az ember kimegy, és az első nap után van annyira szerencsés, lehajol, és talál mondjuk egy Tyrannosaurus fogat, mondjuk. Hát Tyrannosaurus fogat itt Magyarországon nem nagyon fogunk találni, de minden esetre az biztos, hogy beletelik egy időbe. Tehát mielőtt bármibe belekezdesz, szóval azt kell tudjad, hogy hol keresd azt a leletet. Tehát nem úgy van, hogy bemegyünk a Bakony rengetegébe, és mindjárt dinócsontot fogunk találni. Először azt a kőzetet kell megtalálni, azt az anyagot, amiben ugye a leletek lehetnek. Ez egyrészt olyan korú legyen, ugye 85 millió éves mondjuk a bakonyi dinók esetében, de mindenképpen a dinók korából származó, ha dinoszauruszokat akarsz találni. Másik, hogy olyan környezetben képződött anyag legyen. Tehát tengeri üledékes kőzet, ami nálunk nagyon sok van, Budai-hegységben, a Gerecsébe, a Bakonyba, vagy akár az Alföld területén is, nagyon sok helyen, persze mélyebben, ott nem keresünk dinoszauruszok maradványait, mert ezek alapvetően szárazföldi állatok. Úgyhogy azért nem volt egyszerű megtalálni, volt benne némi tudatosság, és volt benne szerencse is. Olyan nincs, hogy én bemegyek mondjuk egy múzeumba, ellopok valamit, bemegyek a Bakonyba, leteszem a földre, és három nap múlva megtalálom, és világhírű leszek? Ez elképzelhetetlen, hogy paleontológusok oda csempésznek valamit, hogy utána ők találják meg? Hát ezekre azért vigyázunk, úgyhogy mielőtt eljutná a Bakonyba, már az itten ülsz. Igen, de előtte rettenetesen megvernek egy sikátorbal a fejeden egy zacskó. Mert valahol Görögországban bemész egy múzeumba, azt megpróbálod elhozni, lerakod itt a Bakonyba, megtalálod, és világhíres leszel. Van olyan, amit az ember felfedez ilyenkor, és mondjuk a világ számára teljesen ismeretlen? Vagy ahhoz tényleg baromi szerencsésnek kell lenni, hogy te mondjuk valami olyat találjál, amit még soha nem talált meg senki. Hát, hogyha egy olyan helyen ásol, ahol előtted még más nem ásott, és mondjuk földtani geológiai szempontból ez egy teljesen unikális hely, és a tetejében olyan kőzetben, amiben tényleg még soha senki nem talált semmit, akkor van esélyed arra, hogy új dolgot találsz. Az itt mellettem látható állkapocs, ez egy 30 centis állkapocs. Ez az. Ez aztán nem dinoszaurusz. Azt hittem, csúzli ágas. Ez egy ilyen V-alakú csontot, igen, látunk, igen, tulajdonképpen. Igen. 30 cm-es állkapocs, ez egy nem dinoszauruszé, hanem azoknak egy közeli rokonái, egy repülőhüllői, egy bakonydrákónak nevezett repülő. Bakonydrákó. Bakonydrákó. De jó, bakony sárkánya, annak egy állkapcs. Pontosabban arról egy hiteles, kézzel festett másolat. Ez a lelet, ez ebből egy darab van a világon. És hol van az eredeti? Miért nem a Magyar Természettudományi Múzeumban van az eredeti, ott meg lehet nézni sok-sok más egyéb dinó lelettel együtt. Ha ő se lehetett egy veszélytelen állat. Tehát, hogy így azt gondolom, hogy ha a homlokomon kopogtatna egy ilyen csőr, elmerülnék neki. Na most az, hogy találtatok egy ilyet, te leülsz a kis íróasztalodhoz, ahogy a hallgatók értsék, ez tényleg úgy néz ki, mint egy csúzli ágas. Honnan a francból rajzolod meg az egész madarat, de tényleg? Aki hát nem madár, ez egy ugye, nagyon jó kérdés, és igazából az egészet szőröstül, bőröstül, színes, nem lehet ezt így biztosra mondani. Azt tudjuk, hogy mi a lelet. A csontfal vastagság elárulja, hogy a repülőhüllővel van dolgunk. A morfológiája, a csőr, ennek a csőrszerű képződménynek a tulajdonságai mutatják, hogy ez valami állkapocs, és azt is tudjuk, hogy a repülőhüllőkön belül melyik csoporthoz tartozik. Az nem lehet, hogy két ujjú láb? Nem.
Imádom, hogy megfejtitek, hogy mit találtak. Igen, valójában. Hát én ezt mondtam hozzá. Nem lehet. Én nagyon szeretem, hogy szakik vagyunk. Nem lehet, hogy az valami egészen már. Én meg itt csatlakozott a bokája, ugye? Azért az egy érdekes pillanat lehet, azon gondolkozom, amikor az ember megpillant valami olyat, amit mondjuk x millió évvel ezelőtt látott valaki utoljára. Tehát azért az embernek lútbörös a hát, amikor erre gondol, hogy Jézusom, én kiveszek valamit a földből, és lehet, hogy utoljára ezt még 40 millió évvel ezelőtt látta valaki, vagy valami, nem? Hát gondolom ezért csináljátok, azért ez egy nagy pillanat lehet. Hát igen, alapvetően azt hiszem, hogy a legtöbb kutató vagy paleontológus életében ez az egyik legfontosabb momentum. Ez David Attenborough is nagyon sokszor elmondta a filmjeiben, hogy nagyon kevés olyan érzés van a világon, mint az, amikor elmész mondjuk ősmaradványokat gyűjteni, ott van egy kötömb előtted, mondjuk 150 millió éves, ráütsz egyet a kalapáccsal, ketté nyílik, és ott van benne egy ősmaradvány, amit utoljára a napfényben 150 millió éve látott egy állati vagy akármilyen szempár utoljára. És ti az első, aki viszont látja. Ezeket a dinoszauruszokat, amiket mi látunk ábrázolva, ezek sejtés, hogy így nézhettek ki, vagy azért ezeknek van tudományos alapja, hogy a T-rex tényleg akkora volt, a velociraptorok tényleg olyan mozgékonyak voltak, akkorák voltak? Hát ennek van tudományos alapja, a csontanyag alapján. Tehát a legtöbb esetben a csontanyag alapján tudjuk rekonstruálni. Tehát például az, hogy ez az állat mondjuk hogy nézett volna ki a koponyája, ez a csont az, amit fel tudsz használni. A hossza, a morfológiája, a kiterjedés szélessége, és így tovább, ez az, amit tudsz. De az, hogy mondjuk mennyi hús, mennyi bőr volt rajta, vagy milyen színű volt, vagy tollas volt, vagy nem tudom. Az már feltételezés. Az részben feltételezés, illetve közvetetten mondjuk más olyan repülőhüllők alapján tudnánk ezt a bakonydrákot rekonstruálni, aminek komplett csontváza, sőt, akár a bőrének, vagy a kültakarójának a lenyomata is ismert, mondjuk Kínából. Volt, hogy te új fajt fedeztél föl, vagy körbe telefonáltál mindenkit a világba, és azt mondta, hogy gyerekek, én ezt találtam, senki nem tudta, hogy mi az, ami azt jelenti, hogy egy új faj, amit találtál, ilyen lehet? Ez egy új faj volt például. És ezt te találtad? Ezt Makádi Laci barátom találta, ezt a példányt, de végülis én publikáltam. De téged hívott először. Együtt voltunk. És elmentett tőle, és megöltett. Laci már nincs velünk. Laci már nem mondhatja el a történet másik oldalát, viszont azóta erről te publikálsz. Tehát, hogy az ember felfedez egy új fajt, és ilyenkor mondjuk te adhatsz neki nevet, vagy te nevezheted el, hogy hívják, hogy van újon be a történelembe? Hogy igen, hogy ki publikálja, az egy olyan dolog, hogy ki az, aki adott lelettel foglalkozik. Tehát például nagyon sok leletet találtunk a bakonyban. Több mint 10 000 csontmaradvány ismert, köztük legalább egy tucat új fajjal. Ezek között van legalább 4-5 új dinoszaurusz faj, ilyen például a Hungarosaurus, vagy az Ajkaceratops. És ezeknek a publikálás, mint hogy én kezdtem... Ajkaceratops? Ajkaceratops. 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 Az Ajkát azt értette, a másik felét. Aha, és ezt a nevet adtátok neki. Igen. És minthogy én dinoszauruszokkal foglalkozom, a dinoszauruszok esetében mondjuk úgy, hogy az én feladatom az, hogy publikáljam a leleteket, és mondjuk adjak nekik nevet. Uh-huh. És innen jönnek ezek a nevek. És de mondjuk, hogyha mindenki lebeszélt arról, hogy magadról nevezd el. Találtam egy ősi leletet találtam. Most találtál egy nagyon régi leletet, vagy már elnevezted magadról? Nem, nagyon régi, de hát én találtam, értitek? Magára az ember nem nevez el. Nem, nincs ilyen. Nem, magamról nevezném el. Nem. Sebestyén Raptor, azonnal. Teljesen szerintelenül lelkiismeret furdalás nélkül. Tehát abban a pillanatban. Rákóczi Saurus. Olyan van, hogy csapkodod a földet, és mondjuk a kis érckalapácsoddal mondjuk ketté törsz egy leletet, és utána kicsit el, és akkor kicsit ragaszgatsz, kicsit csalsz, és nem mondod el senkinek, hogy te azt éppen ketté törted a nagy kutatásban? Sokszor előfordul. Tényleg? Igen. És akkor egyik szemet sír, a másik nevet, hogy találtál, és össze is törted? Jó, hát azért nem úgy töröd össze, hogy látod és ripityára töröd, de mondjuk úgy, hogy feszítesz fel a kötömöt, vagy éppen a kis piszkutával, ez ilyen preparáló tű, azzal bontod a kőzetet, és egyszer csak így rattyan egyet, és így belehatoltál a csont oldalába, mondjuk egy csigolyába, akkor ott letisztítod, ecset, ragasztod minden, és egy fél napig ott görnyedsz, mire rendbe rakod. Olyan is, hogy egy picit visszahúzod rá a földet, és mondod, hogy Laci, fejezd már be ezt, léci! Ilyen nem fordulhat elő a mi csapatunkban. Lenne lehetősége, lehet, hogy hülye kérdés, és létezne az időgép, és azt mondanák neked, hogy mindenféle védelem nélkül, fegyver nélkül, hadsereg nélkül 3 napra te visszamehetsz. Mondjuk itt Magyarországon, 60 millió évvel ezelőtt. Valószínűleg meghalsz, de láthatod őket élőben. Akkor visszamennél? 75 éves koromban, igen. Igen? Meddig maradnánk életben mi emberek, ha mondjuk erre jönne egy lehetőség? Körülbelül egy ilyen világban, ahol csak dínók vannak. Nem tudom. Nem, ezt nem tudom megmondani. Ez valószínűleg nem sokáig. Nem sokáig, ugye? Lehet, hogy ott egyszerűen egy trópusi betegség előbb végezne. Hát, hogy mennyire kellemetlen lenne, nem? Átkerülnél ebbe az időségbe, és annyit tudnám mondani, hogy nézd, dínók!
és fizettél az utazásért 3 millió forintot. És 15 éve korábban haltál meg, mint ahogy egyébként haltál. Mi egyébként ezt összekombináltuk a Vissza a jövőbe filmnek a történetével, biztos azt is láttátok. Fluxus kondenzátor. Hogyha mondjuk visszamész a múltba, igen? A dinók korába, pont erre a helyre. Igen? És, az, és ott leírod egy jegyzetfüzetbe, mert mondjuk áram nincs, laptopot hiába vissza, leírod egy jegyzetfüzetbe egy olyan tollal, ami nem mosódik el, és elásod egy ládába egy biztos fix helyre, egy olyan geológiai rétegbe, amit meg fogunk tudni, megbeszéljük előre. Visszamész, és mi megtaláljuk ezt a ládát is. Kiszeded a izét, és le van írva, hogy milyen színűek és mekkorák voltak. Aha, vagy... tehát hogyha te nem tudsz visszajönni, és ott meghalsz... Nem jössz vissza, de mondjuk a Makányi Laci barátomat visszaküldjük a Trabantunkkal, amely egy Laci. Egyébként ezt mi eljátszottuk, sőt, ezt egy Zahar István barátom meg is írta egy ilyen kis képregényben. De geniális az ötlet, tehát nem jön vissza, de tudjátok, hogy hol keresétek. Igen. Attila hozott nekünk egy dinoszaurusznak a páncélját, amire én... Nem tudom, azt itt van nálam. Aha. Amire én rámondtam finoman, hogy gyerekek, azért térdeljünk le, mert ez egy 60 millió éves kis lelet, mire finoman kijavítottál, hogy 85. Ugye? Így van. Nem ugorhatunk itt 20-25 millió évet az időben, de hogy az ember a kezébe tud fogni valamit, ami 85 millió évvel ezelőtt élt, létezett. Szóval ez egyébként tényleg elképesztő. Tehát az ember hátal útbőrözik. Mire Jani megkérdezte, mit kérdeztél? Hogy nem, vagy a Feri kérdezte, hogy ez honnan tudjuk, hogy igazi, vagy hogy nem egy földdarab, és te elmondtad, hogy azért ezt meg tudjátok különböztetni. Igen, abszolút. Hát a kőzet réteg, ami ezeket a csontokat magában rejti, az teljesen más állag. Ugye mondjuk egy homokszemekből álló kőzet réteg, egy homokkőpad, amiből kiszeded a csontokat. A csontok alapvetően, legalábbis a bakonyi dínók esetében ilyen sötétbarna, feketés színűek, úgyhogy könnyen, viszonylag könnyen felismered, és meg tudod határozni. A leletnek a felszíne, a textúrája, hogy milyen apró kis lyukak vannak rajta, vagy barázdák, ezek mind-mind arról árulkodnak, hogy most éppen a csontváz melyik részén járunk, hogy ez egy páncél. Mit fogunk egy dinónak a páncélját? Ez valószínűleg a Hungarosaurusnak. Ezek a nevek, mondjuk jó, ezeken kivagyok. Ez az Ajkaszaurus, Hungarosaurus, nagyon jó. Ez az első magyar dinó, amit lehívtunk innen, ezért kapta a Hungarosaurus nevet, nagyon egyszerű. Sztori, ennek egy páncélelem. Ez egy páncélos dinoszaurusz volt, ami azt jelenti, hogy ilyen lapos csontpikkelyek borították a testét a nyakától a farka végéig, több száz ilyen lelet, és ebből az egyik ilyen lelet az, ami itt a... Ez nekem nagyon szimpatikus, hogy magyar városokról nevezitek el, simán lehet később, hogy Balmaz, New City, Saurus, hát hogyha mondjuk arra nem nagyon van a hegyek, de én ennek örülök. Tudsz mondani nekünk méreteket, csak hogy értsük, hogy mondjuk egy elefánt körülbelül 6000 kiló, mondjuk egy Brachiosaurus, ami a Benének a kedvenc dinója, mert éppen azokat tanulja, az egy növényevű, hosszú nyakú, ő a kis Brachiosaurus, hogy milyen magasak voltak, hány kilók voltak, csak hogy összetudjuk hasonlítani emberi léptékkel mondjuk egy elefánttal, ami mondjuk tényleg 6-8000 kiló körülbelül. Ahhoz képest egy T-rex, vagy egy még nagyobb állat mekkora volt? Hát a T-rex az, ha jól emlékszem, hogy a 12-13 méteres testhosszúságú, fejfarok hosszúságot illető. Nem azért mondtam, hogy jól emlékszem, hogy még ott jártam. Igen, utoljára láttam, igen. De mondjuk a Giganotosaurus, ami ugye hogy is mondjam, csak a patagóniai T-rex, és ugye ez egy picit nagyobb, legalábbis a koponya leletek alapján. És az, az érdekes, hogy ez a Giganotosaurus, ami Argentínából került elő, kb. T-rex-el egyidős, ennek a kiállítás, egy kiállítás keretében itt voltak a rekonstrukciók a Magyar Természettudományi Múzeumban, kétszer is most már, és ugye ez egy picit nagyobbra építették meg, mint a T-rexet, holott én láttam az eredeti leleteket Argentínában, és hát azért azt el kell mondjam, hogy nincsenek komplett csontvázak, ellenben a T-rexből vannak. Ugye az egyik leghíresebb ilyen T-rex lelet, az a Sioux nevű jószág, amit egy indián rezervátum területén találtak, és hát ugye Amerikában, az USA-ban úgy van, hogy ami a amit a földben találsz, és a te földed, az a tied. Na hát ez az indián rezervátum élet, úgyhogy a Chicagói Field Múzeum, a nem tudom, céget szabad-e mondani? Nyugodtan. Oké, szóval a McDonald's és a Disneyland segítségével több mint 6 vagy 7 millió dollárért vette meg a múzeum számára. Na, az egy olyan lelet, láttad élőben, vagy kiállítva? Nem láttam, sajnos. Fotót rengeteg a filmet. Na, mindenesetre az egy olyan lelet, ami tényleg az orrahegyétől a farka végéig megvan, az alapján baromi jól tudsz mondjuk testtömeget számolni, ez azt már rekonstruálják, beszkennelik, mindent lehet vele csinálni, és mondjuk megállapítják, hogy egy átlagos T-rex, nem tudom, itt a 5-7 tonna volt, most mondtam egy számot. Tehát nem voltak azért ezek a ragadozó dínok olyan nagy tömegek, de egy Brachiosaurus az biztos, hogy elérte a 20-25-30 tonnát, és 12 méter magas volt. Atya Isten. Vetődik fel a kérdés, hogy a körülbelül 30 cm-es fejéhez, ami 12 méter magasan volt, hogy jutott el a vér?
Hát egyébként nem, igen. Nagy agy nem volt állítólag. Okosak nem voltak. Igen. Hát a testtömegéhez képest ezeknek nem. De mondjuk a raptoroknak, a velociraptornak, vagy akár a T-rexnek azért a testtömegéhez képest viszonylag nagy volt az attérfogata. Ahol abba hagytuk, Jani kérdése volt ugye, hogy látjuk a filmben magát a klónozást. Ugye azt látjuk az első részben, 92-ben, amikor a félvilág ezt benyalta, hogy egy borostyán ugye beszorult szúnyogból kiszívják a dínó vért, és ez alapján klónozzák a dinoszauruszokat. Ugye ez az alapfeltevése a filmnek, és erre épül aztán, hogy kiszabadulnak ebből a rezervátumból a dinoszauruszok. Ez elvileg, ha nem is most, de mondjuk 50-100 év múlva ez lehetséges lenne, vagy ezek a DNS láncok, minták, ezek nem tudnak ennyi ideig épségben maradni? Gyakorlatilag szerintem nem lehetséges. Az a helyzet, hogy bár én nem vagyok biológus, genetikus, én geológus vagyok, de az a kevés info, ami így eljutott hozzánk, meg ezekkel, amikor foglalkozunk, akkor mindig valahogy képbe kerülünk, az egyértelműen arra mutal, hogy ahhoz, hogy az örökítő anyag, tehát DNS megmaradjon, vagy egyáltalán bármi olyan szerves anyag megmaradjon, ahhoz nagyon speciális körülményekre van szükség. Tehát azért találnak mamut bébiket jégbe fagyva, mert a jég az gyakorlatilag a fagy, az konzerválja, tehát mondjuk a tartós mínusz 10, mínusz 20 fok alatti hőmérséklet kiváló körülmény ahhoz, hogy mondjuk egy mamut bébi 40 ezer év után megmaradjon. Csak hogy a dinók idejében még nem volt jégkorszak. És emiatt a pólusok, amik ma eljegesedett állapotban vannak, ugye egyrészt ennek az alapoka az, hogy az Antarktisz ott van most, ahol van. De az Antarktisz jóval északabbra volt a dínók idejében, ergo a hó, a sok még nem tudott fölhalmozódni, és gyakorlatilag nem voltak eljegesedett pólusok, nem volt olyan bipoláris jégtakas, nem volt olyan hideg, mint manapság, és egyszerűen nem volt olyan környezet sehol, ahol mondjuk ilyen leletek, akár dínó tetemek meg tudtak volna maradni, akár 70 millió évig. Tehát vagy 50 év múlva nem fogunk egy dínó rezervátumba sétálgatni, és brachioszauruszokat és brontoszauruszokat nézegetni. Hát ezt nem tudom így garantálni, kijelenteni. Vagy kijelenteni, mert vannak most már más egyéb módszerek, amik hát nem tudom mennyire humánus, vagy nem tudom, hogy is fogalmazom, milyen módszerek, de vannak most már olyan laborok, ahol a meglévő állatokból, például a madarakból, amelyek most már nagyon-nagyon biztosan tudjuk, hogy ezeknek a dinoszauruszoknak, méghozzá ragadozó dinoszauruszoknak a leszármazottai, egy bizonyoságuké, ezeknek a genetikai állományát megbolygatva vissza tudják fejteni, és vissza tudják alakítani azt az adott madarat. És például a DNS láncát visszafejtik? Például hosszú csontos farka lesz a madárnak, vagy fogai lesznek a madárnak. Gólyából T-rexet. Amikor emberisten játszik, ez egy érdekes felvetés. Igen. Történet, ezt csinálják ma már. Tehát például Jack Horner nevű paleontológus, aki a Jurassic Parkban a Steven Spielbergnek a fő tanácsadója volt, és egy nagyon nagy tekintélyű paleontológus, és neki van egy laborja, ahol ilyen jellegű dolgokkal foglalkoznak. Egy paleontológus rejtett, vagy éppen nem rejtett legnagyobb vágya szerintem, hogy valahogy ezeket idehozni a jelenbe. Hogy létrehozza a rémgyöngyúkot. Igen, a rémgyöngyúk. Ha kell klónozni, ha kell megtalálni, ha kell újjáépíteni idézőjelesen, de valahogy láttatni a jelenben azt, ami eltűnt 70 millió éve. Nem? Hát kicsit mindenki eljátszik ezzel, hogy de jó lenne, ha még legalább három faj itt lenne közöttünk, és meg lehetne nézni. Hát akkor én munkanélkül lennék. Az biztos, igen, abban a pillanatban. De azért abban van egy pici ellentmondás, vagy nem kis ellentmondás, hogy nem. Hogy szinte naponta halnak ki még létező fajok, vagy vannak olyan fajok, akik hogy a közelmúltban haltak ki, vagy a viszonylag távoli múltban, mint a erszényes farkas, vagy a dodó, és akkor mi azon fáradozunk, vagy egyes tudósok azon fáradoznak, hogy több millió évvel ezelőtt kihalt. De mennyivel izgalmas, ne arra, hogy a dodó gyagunalmas. Egy nagy kacsa, rohadt nagy hassa, vagy egy ilyen vérfarkas madár, hát inkább egy vérfarkas madarat klónozok, nem? Most egy dodó. Hát, érdekel téged a dodó? Kicsi volt, engem nem tudott repülni. És ahhoz képest egy rohadt nagy sárkánygyíkot tudnék klónozni, hát a jobban érdekelne. A szerintem egy röpképtelen madár sokkal jobban érdekli kulináris szempontból, mint egy azonnal át lehet vágni a torkát. Igen. Ez sok pénz kell. Most éppen mind dolgoztok, merre vagytok? Vagy most mi tart lázban, inkább így kérdezem. Hát az egyik fontos dolog, ami ugye évek óta kb. Így zajlik, hogy a nyári ásatások anyagát, azt a kb. 1000 leletet, amit idén nyáron találtunk, azok most a Magyar Természettudományi Múzeum, illetve az ELTE-nek a laborjaiban vannak, és ezekben a laboratóriumokban ezeket a leleteket tisztítjuk, preparáljuk, és így tovább. De most emellett keresünk olyan egyéb kőzetrétegeket máshol az országban, illetve nem csak az országban, amelyekben lehetnek még szintén dinoszaurusz, vagy akármilyen más ilyen őshüllő csontok. Ez azért fontos, mert ebből az időből azért nem csak Magyarországon, Európa vidékeiről nagyon-nagyon kevés ilyen lelet van. Hát ez egy új kutatási dolog, de hát azért nem egyszerű ez, mert hát tényleg, tehát a bakonyi dinoleben volt annyi szerencse, hogy néhány évvel korábban ott, ahol megtaláltuk a csontokat, ott nem volt semmi.
18 méterrel följebb egy szép bükkerdő volt, és még hozzá se fértél volna a kőzetekhez. Tehát a bánya az nagyon sokat segített. De ahol mi most tudunk kutatni, mondjuk Ausztriában, vagy a Villányban, vagy a Bakony más területén, ott azok a kőzetek már évtizedek óta felszínen vannak, már megtalálták volna, hogy ott egy ilyen fél méteres cupák kilóg a falból. Láttad az előzetesét a Jurassic Park 4-nek? Láttam. És mit mondasz? Hát, gagyi, ugye? A gyerekek simogatható dinók, tehát ez már tényleg a legnagyobb butaság. De komolyan mondom, szomorú, nem? Hogy mint paleontológus, ember egy ilyet megnéz, várja a nagy csodát, és aztán nyilván csalódik. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy akik egy ilyet csinálnának, ugye ez sok pénz kell, az azért csinál, hogy még több pénzt keressen. Én már nem tudom, melyik részben hangzott el az a dolog, hogy azt hiszem az ügyvéd mondta, akit a T-rex a klotyóról lekapott, azt hiszem a második rész vagy az első részben volt. Az első rész, amikor hogy, a Jeff Goldblum lekapja. Igen, hogy ez gyakorlatilag egyszer az életben mindenki látni akarja, és bármennyit elkérhetsz érte. Tehát az, hogy lásson valaki egy T-rexet, igen. Nincs az az ember, aki ezt nem, biztos a tibeti serpák nem akarják látni, de a legtöbb gyerek látni akarja. És ez is biznisz. Igen. Attila, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. A csontot vedd ki Feri zsebéből, mert elrakta. Szülőként szerintem mindenki érintett a dologban. Nem szomorú, nem is felháborító, egész egyszerűen csak értetlenül álltam a jelenség előtt, de szerintem majd ti, mint nálam sokkal gyakorlottabb szülők, hiszen van némi korelőnyötök, már nem úgy értem, hogy nektek, hanem gyereknevelésben, ugye? Ugye az esti meseolvasás, az mindenkinek egy, szerintem egy kicsit érzékenyebb pontja, hogy mit akar a gyerek, és mit akar a szülő, a kettő sokszor nem találkozik, ugye? Uh-huh. A gyerek századszorra akarja meghallgatni azt a mesét, amit már nem bírsz neki elolvasni, mert tényleg 66-szor elolvastad. Ez lehet Anna Peti Gergő, lehet Bogyó és Babóca, lehet Jancsi és Juliska, de ha bele zúg a gyerek egy mesébe, legalábbis nálunk a Beni, nem tudod leszerelni arról a meséről, nem? Hiába hozol ki bármi. Semmi. Ma kicsim, ez már nem is te, ezt tudod, milyen kicsiknek való. Hát te már nagy lány vagy. Nagy, kihozom, van még 50 könyv. Gyere, nézzük meg a könyvtáradat. Válassz egy másikat. Elterelő hadművelet. Igen. De akkor is de legyen. Hát itt van a csendes Don. Igen. Vagy a matek példa. Vagy ott van Raskolnyikov kalandjai, a bűn és bűnödés folytatása. Szóval nálunk is mindig megy az elterelő hadművelet, de mindig Benni győz, elmondja, hogy Anna Peti Szilvásvárad. És akkor elolvasom 4050-szer az Anna Peti Gergőből a Szilvásvárad, a család elindult Szilvásváradra, és Anna Túrós, Peti Mákos, Juli Áfonyás, anya Peti Csokis Rétes Nemet. És még azt se tudod megcsinálni, hogy önszórakoztatásból kicsit variálsz. Nem tud, mert rád szól. Ez nem így van. Így van. Lap a lapot vissza, ez nem így van. És néha, amikor már kicsit látom, hogy álmos, akkor kettőt lapozom. És hirtelen már a végére ugrok, amikor a Szilvásvárad mesében mindenki rétes eszik. Apa, kihagytad azt a rét? De okos vagy. Tudod, azért ugyanakkor büszkés vagyok rá, de okos ez a gyerek. Visszalapozok, de akkor mondom, ez még 4 perc. Szóval az esti meseolvasás. Olyan volt, hogy elaludt, és azt mondta, hogy átaludtad a mesét. Hát már elolvastam. Nem, gyerekek, szerintem ez legenda, hogy a gyerek belealszik a mesébe, szerintem ez kamu. Tehát, hogy én ezt láttam már a Halász Judit lemezen, hogy a gyerek elalszik, és a Halász Judit ott még mesél, nekem ezt mesélték, nekem a gyerek, hogy egyszer nem aludt még bele a mesébe, szerintem ilyen nincs. Túl jól mesélsz, ez a az baj. Biztos. Legyél unalmas. Én igen. Úgy átélem, te a Szilvásváradot. Anya ment a Szilvásváradra, beültek a piros kocsiban, megnézték a fájtól vízesést, elolvasták, igen, miért hívják fájtól vízesésnek, mi az a pisztrány, jól lapozzunk ki, miért rétes tevet. Így el tudnám mondani. Nekem a gyerek még soha nem aludt bele a mesébe. Sőt, nekünk ugye az a deal, hogy kettő van az én ágyamban, vagy a Viki mesél, ugye felváltva osszuk le, és akkor egy... Tessék, akkor nekem is öltözik hozzá. Persze, igen. És akkor átkísérem a gyereket a saját ágyából, és ott még a róka és a gólya. Arról se tudom lekattintani. Ha nem meséltem el 4000-szer egyszer, se a róka és a gólya. Lapostál, magastál, ilyen, de olyan, tehát a róka és a gólya. De az legalább jó, azt én is szeretem. Elmondom neked, ha veszel egy cumit a szádba, befekszel az ölőre, úgy mesél, mert bepisílsz a gyönyörtől. Beveszem a Feri hüvelyk ujját. Hozom a kis kulacsodat, mert benne van kis kulacsa, vissza a kis hidegvizet, és közben róka és a gólya, ez a deal. Lefekszik, megkapja ott még az ő ágyában a róka és a gólyát, megyek az én ágyamba, és akkor ott már csak úgy beszélgetünk. Átkiabál, visszakiabálok, vagy a Viki csinálja ugyanezt, mert ugye ő is. De a régi klasszikusot mondod, nem azt a gólya és a rókát, amikor a gólyát elhívják legénybúcsúra is. Igen, igen. És a róka csipendél. Rendelező és hiszétes nagy róka. Nem, klasszik. Kicsit csavarok rajta, de a klasszik. Vannak külön hangjaid már a szereplőkre? Tehát kidolgoztál ugye a Bogyó vagy Babócába például a Bogyó. Igen, a Pogány Judit nagyon jól csinálja, hogy még az utolsó Moha fiút is 46. szinkrohangot tudja hozni. Egyedül. Kicsit a rókánál mélyítek, meg kicsit a gólyánál kelepelek. Na ez a baj. Unalmas egyhangú, akkor beleállsz a közepén. Unalmas egyhangú? Unalmas egyhangú.
Na de most megoldottam a dolgot, bementünk Bennivel egy könyvesboltba, és közösen, gondoltam, nyert ügyünk van, közösen megvettük a 3 perces meséket. Jó. Mert ebből rögtön tudod, hogy ez nem lesz 5 vagy 10. 3 perces mesék. Osztalszik, de jó. Arrébb hívtam a Benit a meseosztályról a könyvrészen, odaadtam neki a könyvet, és azt mondtam, nézd, tudod, mert ha ott áll a mesekönyvet, akkor biztos nem az kell. 3 perces mesék. A szegény átvágva volt egy picit, nem tudta. Nézd, 6 perces mesék. Apa, ez nem a 3-as. Ja, de bocs. Áthívtam a szép irodalmi osztályra, de egyik se tetszett neki, mert nem volt színes. 3 perces mesék. Mondom, meg vagyunk. A gyerek lecsapott, csillogó szemmel elindultunk a pénztárhoz, megvettük a 3 perces mesék. 103 perces mese van benne. Hát kell ennél jobb egy szülőnek? 103 perces. 100 darab apró mese van benne, mindegyik 3 perces. Tök jó, tervezhető így. Igen, meg vagy, nem tudom, meg júliusig. Vagy. Már láttam magam, ahogy egyébként ugye hazamenve elmondom a 3 perces mesét, és a gyerek beleesik. És akkor ért a meglepetés, nem hiszitek el, hogy szülőként milyen mesék vannak ebben a könyvben. Nincs 3 perc. 1 perc alatt el lehet mondani. 3 perc nincs is. Akartok ezekből a mesékből? Behoztam nektek. Akartok ezekből a mesékből? Igen, de úgy, mintha Benének olvasnál. Igen, akarunk. Apa, még. Jó, de akkor legyetek Beni, jó? Igen. De aztán anya is öltözzön be. De kisfiam, ránk nyitottál, vagy miért nyomod ezt a beöltözést? Mondd meg, volt be apádnak, leselkedtél? Figyelj, ezt tényleg, komolyan mondom, nem hiszitek el. És ez gyerekeknek készül. Egy haldokló oroszlánnak is van büszkesége. Nagyon jó. Tehát rögtön egy halállal nyitunk. Figyeld, egyes oroszlánok bizony nagyon komiszak tudnak lenni, kezdődik a mese. Kihasználják az erejüket, és állandóan ütik-verik a többi állatot. Hát ez rohadék oroszlán. Figyelj, volt egy hatalmas oroszlán, amelyik már nagyon öreg volt, és haldoklott. Apa, mi ez, hogy haldoklik? Hosszú élete során sok állatot bántott az erdőben, és ők most eljöttek, hogy bosszút álljanak rajta. Folytatja a mese. A vaddisznó agyaraival felhasította az oroszlán bőrét. És kifordulta bele. A bivaj lehajtotta a fejét, és szarvait az oroszlán oldalába mélyeztette. Az oroszlán fájdalmasan felkiáltott. Ő utána a szamár következett, aki nagyon sokat szenvedett az oroszlán kegyetlenségétől. Hangos ijázással fejbe rúgta az oroszlán. Hát ez nagyon bár. Most már ideje meghalnom, suttogta az oroszlán. Azt még elviseltem, hogy nagy és erős állatok bosszút álljanak rajtam, de azt a megaláztatást, hogy még egy gyáva szamár is megrugott, már nem bírom elviselni, mondta az oroszlán, és meghalt. Ja. Jó éjszakát, Benni! Aludj jól, gyermekem! Vidám álmokat kívánok neked! Apukád most itt hagy ebben a nagy és sötét szobában! De ne félj, gondolj a mesére, amit elmeséltem itt neked! Itt a vége, fuss el vére! Itt a vége, fuss el vére! Várjál, sokkal durvább! Hát de megadottam, hogy a lebomlásról még valamit azért írhattak volna, ne? És akkor jöttek a boldog kukacok! Így szól a második mese. Lapoztam egyet, a gyerek tudod, hogy kétségbe esetten néz rá, meghal, fejbe rúg, kivérez. Az ostoba békák, mentem át a második mesére, mondom, oldom a gyerek feszültségét, mi lehet? Nem, nincs ezzel. Azt nagy... már látom, hogy az író nagyon szereti az állatokat. Az ostoba békák, szól a második mese 3 perces gyermekeknek. Hallottad? Súgta oda az egyik béka a másiknak. A nap megnősül. Hamarosan már minden béka tudta a hírt, kiugrottak a tóból, és nagy ünneplést rendeztek a parton. Csak egyikük ült elgondolkozva egy kövön, és a fejét vakarta. Gondolkozzunk csak, mondta a többieknek. Ha a nap megnősül, akkor 2 nap lesz. Vagyis 2-szer olyan meleg idő lesz. És ha gyerekük születik, az még rosszabb lesz. A nagy melegtől ki fog száradni a tó, és mind meghalunk, elpusztulunk. Segítség, kiáltották a békák, beugrottak a vízbe, elrejtőztek a tófenekén, majd az egyikük meghalt. Ne szívassál már! És most jön. Mutasd, ez egy... Adom, és most jön az utolsó. Figyelj, nem ezzel hiszed várjál, el, de már ennél van sokkal durvább. De ezzel nagy baj nincs, mert megmagyarázza. Ez megmagyarázza, hogy a békák miért élnek a tófenekén. Ez egy jó mese, én emellett vagyok. Jó. Ez nem rossz mese. Ez nem rossz. És itt a harmadik, az öngyilkos nyulak. Már a cím jó. 3 perces mese gyerekeknek. Az öngyilkos nyulak. Az öngyilkos nyulak. Az erdő nyulai gyűlést tartottak, rettenetes az életünk, panaszkodtak egymásnak. Egész nap kutyák üldöznek minket, emberek lőnek ránk, sasok csapnak le, rókák és farkasok falnak fel minket, tizedelnek minket. Minél tovább panaszkodtak, annál szerencsétlenemnek érezték magukat. Végül az egyikük azt mondta, ugye itt várod a feloldást. Mi értelme úgy élni, hogy bármelyik pillanatban egy másik állat zsákmánya lehetünk? Öljük vízbe magunkat! De már!
Öljük vízbe magunkat. Nem már, hát most komolyan tényleg. Várjál. Vagy volt egy normális nyúl, aki azt mondta, hogy ne. Á, nagyszerű ötlet. Helyeseltek néhányan. Menjünk, halljunk meg együtt. Ez hülye. Menjünk, halljunk meg együtt. Kiáltották mások is, és a tóhoz rohantak. Atya úristen. Jó, de hogy valakinek eszébe jutott, hogy itt a buta békák laknak. Ezért elmentek az oroszlához. Ne vegyüljünk ezekkel a sötét állatokkal. Inkább tépjük le a saját fejünket. Nem már. Becsukt. De most menjünk, a következő mi lesz? Nagyszerű ötlet. Menjünk, halljunk meg együtt. Kiáltották mások is, és a tóhoz rohantak. Megtudom, hogy becsuktam a könyvet, ránéztem Bennyre. Aludj jól, gyermekem. Álmodj szépeket, de azért előtte még egy Anna Petit elolvasnék neked, csak hogy oldjuk a mese által kiváltott frusztrációt. Érted? Szólta Benni, hogy a apa, nem értette, nem tudta hova tenni. Nem ijedt meg, csak úgy láttam, hogy a személyen azt, hogy ezt most ő nem érti. Miért hal meg az összes nyúl? Miért lesznek öngyilkosok? Mi az, hogy öngyilkos? Ez egy mesekönyv, ezt ne vegye meg senki. Jézusom. Mondom, három perces mesék, ez a címe. Hát és ezzel még itt ilyen alternatív befejezéssel tudsz kitalálni helyette. Igen, nincs. Ezek meghalnak, mennek bele a vízbe szépen egymás után. Igen. Nyúlak és ott döglenek bele a tóba. De mire odaértek a tóhoz, a nap már felszállította a tavat, aminek a medrében halott békák tetemei hevertek. Na de se baj, itt hagyta a múltkor az erdőben, Stól Buci bácsi az egyik kétcsövőjét, vegyük a szánkba és lőjük szét a fejünket, mondta a legokosabb nyúl. Ezután sorba álltak, viszont egy nyúlnak meg kellett húzni a ravaszt. Akartuk egy utolsó? De sajnos az utolsó nyúlnál már elfogyott az összes patron, de szerencsére Buci bácsi ott hagyta a zsigerelő kését is, amivel szeppukut követett el a kis találékony nyuszi. Igen, egy utolsó? Egy utolsó? Jöhet. Három perces mesék gyerekeknek. A mese címe Gyilkos szeretet. Gyilkos szeretet. Egy utolsó. Nem hittem el, visszakérem a pénzt, vagy becsérélem, komolyan. Ha a filmcímkét látnám, lehet, hogy kivenném a Gyilkos szeretet. A gorilla mamának két kölyke volt. Csukjátok be a szemeteket, Kalázs mesél nektek, tessék aztán aludni, mert dádá lesz. Jó? Utolsó mese, Benni. Jó, utolsó. Aztán alszunk, irgumburgum. Gorilla mamának két kölyke volt. Nem tudom, hogy hívták őket, legyen mondjuk Gergő és Gábor. Nagyon jó. Aha. Van a mesében. Gergő és Gábor. Gergő kemény fiú volt, Gábor nem annyira. Az anyja úgy óvta, szerette őt, hogy nem engedte szabadon szaladgálni, megerősödni és élelmet keresni, hanem mindig a karjaiban tartotta, csak ölelgette, dédelgette. Alszol már, Benni? Nem, én várom, hogy mi lesz a mese vége. Minél nagyobbra nőtt Gergő, az anyjuk annál erősebben szorította Gábort, míg egy nap olyan szorosan ölelte magához, hogy Gábor nem kapott levegőt. Ne. És várja is. Gábor nem kapott levegőt, és meghalt. Nem már. Gábor nem kapott levegőt, és meghalt. Az anya túlzott gondoskodásával elpusztította azt, akit a legjobban szeretett. Hát gratulálok. Alszol már, Benni? Inkább csak hagyd abba. Nem merek el aludni, mert én is. Apa, ne ölelj ennyire! Soha többet nem hát szoríthatod magadhoz a gyerekedet. Soha Jézusom. Többet nem. De mi ez? Emós mesekönyv? Iszonyú. Gyerekek, elhiszitek? Ültem, tudod, már aludta Benni, felolvastam egyet a Vikinek, lekapcsoltuk a lámpát, és összebújtunk, mi is úgy féltünk. Igen, mondtam, de szólt, hogy ne ölelj szorosan. Elhiszed? De hihetetlen. Ma biztos, hogy visszaviszem, tehát ennyire hülye nem vagyok, tehát akkor inkább tényleg kiveszem neki a Monte Cristo-t, aztán elkezdem 5 évesen olvasni neki. Ez mennyire kemény? De hogy ezt valaki leírja, és effektíve elkezdő oda olvasni a gyereknek, szerintem ez egy 10 évesnek is sok, nem? Tehát illusztráció van, ahogy van. Halott gyerek majom lóg az anyja csecsén. Nem, ott van az egyik majom a fán. Gerincel kinyúlt nyelve. De nem, hát akkor már ez a... Ott van az egyik majom, aki vidáman igen, ott van a másik majom, látszik színesben egyébként, Gáborka. Hogy még mosolyog Gábor, de nem tudja, hogy az anyja nem sokára készül halára ölelni. És még mosolyog. Nézd, te boldog vagyok, ide bújtam az anyukámhoz. Recs. Nem csejtem, hogy nem sokára anyukám megfojt. És ráadásul nagyon okosan meg is személyisítik ugye az állatokat, akik gyakorlatilag semmiféle szerepük nincsen, azok, hogy az egyik életben van, a másikat pedig az anyja halára folytogatja. Jó, de valahogy szólítani kell egy halott majmot. Írj egy hallgató, hogy 3 perces mesék Stephen King ajánlása. Igen. Te, ki írta ezeket? Tényleg ki írta? De nem? Tehát így... Hát ilyenek ezek a mai modern meséket. Csoda, hogy én a Virágnak a Waffen-SS fegyverei és harcerjállásai című könyvből olvasok festékén. Apa, apa, még egyszer a halálfejes hadosztályról.
Tényleg, három hónappal ezelőtt belefutottam a kaki könyvbe. Azt mondtam, jó, lekakilják a vakondot, a vakond elmegy megnézni, hogy kikakilt a fejére. Emlékeztek? Behoztam. Igen. Kikakilt a fejemre, mondta igen. a vakond, és elindult, te kakiltál a fejemre, kedves madár. Nem, én nem ilyet kakilok, mondta a madár, majd oda kakilt egyet. Hát az egy felüdülés volt ehhez képest. Igen, írja, hogy hallgatunk, az állatorvosin tanulok, de ilyen sztorikkal a korbonztanon se találkoztam még. Hogy álltok ezekkel a mesékkel? Ezért ez durva, nem? Igen, hát de most komolyan. Már majdnem véget ért a háború, amikor megvették azt a kis házat Hiroshima mellett. De tényleg, és egyszer csak egy repülőt láttak repülni a fejük fölött. A kisfiú odaszólt. A kis Yamaguchi nézd. Még integetett is neki. Apa nézd, valami kiesett a repülőből. Ajándékot kapunk? Mondta a kisfiú. Biztos, hogy ajándékot kapunk, gyere bújj ide hozzám. Nézd, fotóznak is minket, mondta a kisfiú, mikor látta a villanást. Apa, de hova futnak ilyen sokan? Kérdezte a kis Yamaguchi. Igen. Nézd, apa, nem mozog az árnyékod. A következő pillanatban százezrek sikoltottak fel egyszerre, majd mindenki halott volt. Hmm. Jó éjszakát, gyerekek! Közel álltak szénné. Most leoltom a lámpát. Leoltom a lámpát. Itt maradsz a sötét szobában. Aludj aztán jól. Hallod ezt a távoli repülőhangot? Hát de most komolyan. Tehát, hogyha ilyen meséket olvasnak most a gyerekek, akkor gyakorlatilag a meséktörzs fejlődése ez lesz. Mi lesz a gyerekekből, ha ilyen meséken szocializálódnak? Egy Jancsi és Juliska már nem kell nekik? Egy hófehérke már túl sok? Nem akarom elhinni, hogy ezt valaki betördelte, illusztrálta és ki is adta Puszi Kriszti ére nekünk. De, hát nagyon. Te abszolút, igen. Na. Ezt a mesekönyvet egy nyugdíjas patológus. Hát kaholjál, tényleg. Tehát, hogy... Értem. Mesik a kriptákból. Ne vidd vissza, Vali, indíts új napi rovatot gyilkos hárompercesek címmel. Gyerekek, sokat tudok ebből. Tehát minden nap van egy mese, ha akarjátok. Mondjuk, hogy ha minden este ilyeneket olvasol a Belinek, akkor én nem szeretnék valami vele találkozni, amikor 18 lesz. Se egy sötétsítő a sikátorban, se egy nyílt mezőn, nappal. Hát biztos, két balt, egy vipera, meg egy zsebkés lesz nála. Ez itt a Best of Morning Show. Bemutatjuk a Derrick című bűnügyi sorozat filmjét. A Guldenburgok örökségének nagyon szerettem az Edith. Na hagyjál már! Igen, én meg a nők a pulmán. Nem hiszed el, hogy mennyire szerettem a Guldenburgokat. Nem, emlékeztek a Guldenburgok öröksége német filmsorozatra? Édes Isten, beszélj! Emma! Ölel már meg a Guldenburgok örökség. Igen. De hallgassátok! Ültünk, édesanyám nagyon szerette, mi is néztük. Volt benne egy tök jó szőke csaj, nem emlékszem a nevére, göndör fürkéi voltak. Úristen, mennyire dekadens. Oldenburgok öröksége. Ez mi? A csend hangjai nem capok. Jó? Mi ez? Ki mondja rá? Kórházaváros Vili. Dehogy is. Nem, ez a klinikák. Az klinikák. Mekkora volt? Bemutatjuk a Klinika című filmsorozatot. Dehogy gáz! Hát ezt egy ország nézte! Jó, persze, ne szakadjuk meg a bultunkat, dehogy gáz! Akkor soha. Ez jó volt! Én most felvállalom. 24, meg Dexter, meg Homeland, meg mit tudom én, de akkor a Klinika, hát neked Udobrin van semmi? Elkenővér? Elkenővér az jó? Hányszor csináltad meg? Hányszor csináltad meg szemmel fejben? Na, hát ezek nagyon jó sorozatok voltak. Mit szeretnél? Nők a pult mögött? Azt! Ez az! Nagy totál a panelekről! Srácok, nagy totál a panelekről, így van. Hey, nők a pult mögött! Ezt anyám nézte, én már ezt nem. Sajt közelik, tej közelik, kenyér közelik, megőrülsz annyira jó. Péksütemények, vajak, halak. Minden, ami nem volt kapható akkor. Tekerős pénztárgép, igen, minden, amit nem tudtál akkor megvenni. Tekerős pénztárgép, megőrülsz, annyira jó. Ez minek volt a zenéje? Imádtam. Nézted? Figyelj. Michael Douglas. A legnagyobb. Imádtam ezt a sorozatot. Egy részt nem láttam belőle. Nem mond már. Nem. Imádtam. Nem szerettem. Imádtam. Soha. Figyelj, ez a zenétől kész voltam egyébként. San Francisco utcáim. Istenem. Köszönöm. Nem tudom már, hogy úgy jutottunk el idáig, de köszönöm. Michael Douglas. Úristen, de jó. Dörner György. Jaj, de jó. Ez a zene. Sose láttam egy részt. Üldözős jeleneteknél mindig a olyan nagy ugratások voltak az utcán, arra emlékszel? Igen. Marha volt. Ez nagyon jó sorozat volt. Mint a az, aki ezt megmondja, egy ajándékcsomag, tessék, figyelj. Mi van? Figyelj.
rózsaszín pálcuc. Figyelj, nem? Hasonlít? Tudjátok mi ez? Várjál? Sokat néztük gyerekként, ez egy mesefilm. Egy várjál. Jenny és a csoda lámpa? Nem, hasonlít, de aha. Nem. Figyelj. Itt már kimondták, ugye? Superman. A forgatókönyvet Forrest Wilson meséje alapján Jenny meg Dave írta. Szuper nagy és a bűvös. Első rész. Szuper nagy és a bűvös sugár. Nincs meg nektek a szuper nagy. Nem láttátok a szuper nagy? Nem. Körözött a homloka körül, így azt csinált, hogy így a két mutatójával a homlokára bökött, körözött a mutatója körül, és csinált egy metávillát, és akkor eszébe jutott a megoldás. Megvan. És megoldotta így a feladatot. Van. Így körözött, metávilla, és ott beugrott neki valami. Így van. És aztán csinált valamit. Azt már nem tudom. És az utolsó részben rajta ütöttek az ápolók. Aki körözött a feje körül, az Tau bácsi volt. Ő rá emlékeztek? Igen. A négy igen, név a Tau bácsi. A kalapja igen, körül. Igen. A szupernagyi az úton mutatójával a homlokán aha körül körözött, és utána metávillát csinált. Igen. Jó, tessék, ez mi? Jaj, Surda! Oh, hát ezt mindenki ismeri. Boribolja Surda. Milyen nyomod lett egy csetice? Hát mekkora? Mekkora volt, gyerekek? Zseni! Gyerekkorunk zené! Nem. Megy már, bocsánat. Gyarul. Félre nyomta. Surda, gyerekek, emlékeztek rá? De jó volt. Kávét nekem ezt inkább a szüleim mindig nézték. Kávét ivott mindig, így van. Jaj, de jó volt. Baj. Kamu konyakok, kamu rit farmerek és a Jugoton lemezek, mert ez volt a legjobb, ami jó, abból az irányból jött. Ez nagyon egyszerű lesz, úgyhogy ezt gyorsan kell mondani. Nem beteg vagy. De ez nem is az. Yes. Nagy horgász. Nem. Nem, ez a Misi Mókus kalandjait ja akartam nektek elindítani, de ez nem az. Azt hittem, hogy a belgrádi fiúk című partizán filmek ez volt. Emlékeztek a Misi Mókus kalandjaira? Igen, gyűlöltem. Én is gyűlöltem. Emlékszem egy részen, amikor a makkot kereste, és elment valami ilyen az üveghegyes túra. Örökké termő fához. Az örökké termőfához, és hogy féltem attól? Igen. Feri, miért pont az örökké termőfa jutott az eszedbe? Az agráriumban gyerekként. Szerinted? Fia, úgy örültünk volna neki, úgy kígyósan, hogy öröm lett volna nézni. Hallod, gyere, szaladjál már befele! Ezt te nézed már meg! Jaj, gyerekek, na jó, egy utolsó, remélem ez főcímmel indul, figyelj. Ezt a hangszínt honnan? Egér a marson. Dehogy is. Nem, be fog ugrani. Ne pucsukástam okay eszenőt. Figyelj. Vagyok. Gyerekként nagyon sokat néztük. Micsoda hangszerelés! Nincs meg? Ez nem egy korai elsőm leszám? Igen, a kezdődik bonanza bazzáj. Így van, kicsit kisberkes jártam az otthon. Ez magyar. Mir Mur. Nem megvan. Mondhatod. Milyen okos, milyen ügyes, a legkisebb ugliponés. Rohadtul megvan, imádtam. Imádtam, de csak emiatt. A legkisebb ugrifüles, persze. A legkisebb ugrifüles. Imádtam. Milyen okos, milyen ügyes, a legkisebb ugrifüles. Egyszer zseniális volt. Ja. Feri, talán még emlékszik az Alfa Hold bázisra. Életünk legnagyobb parája volt. Az akkor életünké. Iszonyatosan okay kemény. És az utolsó, és utána elmegyünk hírekre, aztán megnézzük a hallgatók, mit szeretnének hallani, és akkor hírek után bejátszunk. Figyelj! Ez a kockás fiú! Ez a... Igen, na, én ezt utáltam. Gyűlöltem! Tápcső, belenézem, kikerekedik. Fül összetekeredik. Ugye azon hallgatóink kedvéért, akik esetleg nem tudják, egy nyúl, aki minden problémát megoldott, belenézett a távcsövébe, látta, hogy valahol valaki bajban van, összehajtotta a távcsövet, propeller csinált a füléből, hogy miért kell ezzel sokkolni a gyerekeket, de tényleg. És oda repült, ahol baj volt, és megoldotta. Magyar volt, ez igen, is egyébként. Volt benne egy rossz fiú, nagy darab, kövér, szeplős. Mit
Aj, de jó. Istenem. Hogy már nincs. A nosztalgiázás a legbiztosabb jel az öregedésnek. Meg hát ezek ugye úgynevezett generációs élmények már. Na mutatom akkor, Feri, te ezt nagyon szeretted. Figyelj, még egy-kettő, jó? Csak így az íze véget. Figyelj, ezt te szeretni fogod. Ezt. Tudom, hogy ezt te szeretted. Júj, de jó ez. Na ki tudja? De gyűlöltem. Gyűlöltem. Ismano. Édermester, örök hála, finom ez a csokoláda. Átja, úristen. Nagyon jó. Gyűlöltem, gyerekek, tiszta szívemből. Pumukli. Emlékeztek? Pumukli. Szörnyű volt. Szörnyű volt. Na figyel, következő. Besírtok rajta. Nem tudom, hogy heti volt, napi volt-e, megőrültek. Én imádtam. Ah, figyelj! De jó! És a magyar heti szöveg volt. Is. Napi volt? Heti. Kabir Benni. Kabir Benni, gyerekek. Milyen szép volt benne a lány ott is egyébként. A Marianne, vagy Marianne, vagy nem tudom, hogy hívták. Marja. De jó az eredetileg hallgatni. Igen, jó nekünk lesz. Jó lesz. Jó volt a Neoton féle verzió is, de az éppen ezt jobban szeretem. Húzzuk fel a vitorlát! Kezeket fel! Mekkora volt! De az a durva egyébként, hogy borsozik tőle a hátam. Tehát, hogy azért ez tényleg nagyon jó volt. Ah. Hány rész volt belőle? Nagyon sok? Nem volt ilyen dallas hosszúságú, de sok volt belőle, ugye? Sok. Ugrik a tigrissel. És a végén soha nem értettem ezt az érte tűzbe megyünk, vagy a vízbe esünk igen, érte, veled. Igen, érte tűzbe megyünk, vagy a vízbe esünk, igen. Aj, de jó volt, gyerekek. Na jó. És volt egy szerelme, akit megölnek. És akkor őt, egy olyan részre emlékszem, hogy betekerik ilyen fácsliba, vagy mibe, arra emlékeztek arra a részre. És bedobják a vízbe. És bedobják a vízbe, neked is megmaradt, meg. És a víz alatt kivágja magát, ugye abból van nála egy kés. Van nála egy kés, és fölúszik, és akkor a hajó már elmegy, azt hiszik, hogy meghal, és vissza. És közben meg dehogy is. Aj, de jó volt. Jaj, Istenem. És a Brook volt, a brit kormányzó, ő volt az ellenség. Aki természetesen nem volt jóképű, pufi volt, kevés haja volt, és elnyomó volt. Még véletlenül se egy jóképű brit tisztet állítottak vele szembe. Na, a következő. Én ezt nem néztem, szerintem ezt inkább a szüleik nézték, de lehet, hogy beugrik. Uh-huh. Ezt tudom, hogy anyukám nagyon szerette. Megvan, az milyen? Angyal. Nem. Akkor a két férfi egyeset. Az sem. Nem, akkor minden lében kép van ám. Nem, az sem. Akkor rántások, pirítások, habarások, két perc. Nem tudom. Nem kell mindig kaviár. No. Ja, tényleg. Jaj, de hülye vagyok. Nem kell mindig kaviár. Ha én ezt a klubban elmesélem. Így van. A második világháború alatt Lisszabon nyüzsgött a kémektől. Közéjük tartozott, már nem tudom kicsoda is. Aki kettős ügynök volt, ha jól emlékszem. Kettős ügynök, bizonyám, nem kell mindig kaviár. Aj. Ez mi volt? Nincs meg? De megvan. Figyelj. A zene megvan, de nem tudom én sem ilyen. Kevesebbet néztük, szerintem. Kicsit régebbi. Teli Szavalasz. Jaj, Kojak! Kojak! Magyar hangja, a magyar Kojak Inke László. Kojak! Nyugodjon békén! Emlékszel a Kojak Budapestenre? A igen, Kojak azért! Budapesten, persze! Figyeld, erre azonnal rá fogjátok mondani, azonnal... Király! Megőrülsz, még ma figyel, is! Nem hiszed el, figyeld! Megőrülsz! Figyelj! Jó, de mind a mai napig. Tehát, hogy az a baj, hogy kitörölhetetlen. Piros, mint a Kármin című epizód. Oh, hát én megnézek egyet. Görben, Nyóra, Szerenyei Béla. Oh.
Mekkora minden. Mekkora. Ezt a 18 éves most hallgatja az anyja mögött a kocsiban, vagy mellett mit szól? Istenem. Hogy mi öregek vagyunk? Nem, taták vagyunk? Nem hiszem. Azt mondja, hogy kellemetlen. De ezt a zenét meghallja. Az összes. Szegény Vukán György, de ha ezt a zenét meghallja, akkor azt mondja, hogy ú, de ciki. De nem, de ciki. Az, nem az. Hát ez de nincs hozzá kapcsolt élmény. Átvetik a világon mindenhol. Ez nagyon-nagyon jó. Jó. Nagyon jó volt. Úristen. Az a babetta. Azok az alapfokú tékvándó technikák. Azok a combok. Ó, gyerekek. Szerenyei Béla combjai természetesen. Na, mit akartak? Vagy Bodrogi még... Gyulái. Van még valami, amit szívesen meghallgatnátok? Az Onin családot beszéltük, azt meghallgattuk már? Azt mondjuk nem nyilván gyorsan kitaláljuk, de... Az volt az országban. Hihetetlen. De azt nagyon szerettem én is. Nem láttam. Nem néztem. Figyelj, ott olyan dráma volt, olyan fordulat, elveszítette a rakományt, viharba került, fölállt talpra. Tudom, minden, igen. Igen, két hetente mindig mindent egy lapra tett fel, ez nagyon szerettem, tudod, hogy soha nem volt olyan, hogy mondjuk egy hónapon keresztül ne kockáztatta volna egy teljes család egzisztenciája. Hú, gyerekek, utána olyat találtam, megőrültök. Igen. És kinyit a zene. Mindig valami hajón állt valaki, és mutatta, hogy merre menjünk. Igen. Micsoda felvétel! Állt az orárbócnál! Micsoda felvétel! Tajtékos volt az ősz haja, a jövőbe tekintett, ami reményekkel, csalódásokkal és tragédiákkal volt teli. Na figyelj, és most olyat kaptok, besírtok. Na. A főszerepben Michele Placido, Sergio. A Poli. A polip! Úristen, hogy utáltam. Ez nekem is kimaradt. Imádtam. Michele Placido. Látod, pont az a 7 év. Az olasz maffiáról szólt. Az olasz maffiáról szólt. Több évada volt, és a végén megölik, és brutálisan izgalmas. Michele Placido. Egy rendőr. A hihetetlen. Na jó. Itt már szerintem mi fejeltük otthon az alasztalat. Michele Placido. Magyar. Polip. Andrész Kati, Végvári Tamás, Hegyi Barbara, Fülöp Zsigmond. Ugye, ha ettől megölik, a végén megölik. Ha ettől féltél, akkor mit szóltál volna a Messziről jött ember című sorozathoz? Ahol megjelent valaki az erdőben egy véres fejjel állandóan, én abból nem mertem soha megnézni, csak 2-3 percet. Teljesen kész voltam tőle. Jó, akkor még egy, az utolsó. Igen. Ez csak azért, hogy méltóképpen búcsúzunk. Titi. Jó. Hagyjuk már a közhelyeket. Na jó, igen, hát ez egy akkora kötsze, igen. Ez volt ugye csütörtökönként, de hát ez már mindenkinek ismerős. A kántor. Méltatlan elfeledett klasszikus. Na jó van, ez ugye a Szomszédok volt. Jó, az, hogy 10-ig tudom csinálni. Tehát, hogyha belendülök, akkor itt aztán... Én nem vagyok. Itt aztán minden van. Na jó van. Oké, köszönjük szépen az SMS-eket is. De jó volt, nem? Hát és akkor még ott van a Nomegálycsok, a Kengyelfutó, Gyalogkakú, Kisfakon, Twin Peaks, Twin Peaks! Az, hogy rohadtul utáltam. Én is, basszus. De a fiatalok voltunk, de David Lynch-et azért ugye, hát tehát gyerekként azért nem annyira. Én azért utáltam, mert diákszínjátszók voltunk, és mindig, amikor Twin Peaks volt a tévében, akkor üres volt a ház. egyedül utáltam. És rohadtul nem jött el senki. De miért nem? Azért, mert mindenki otthon ült és nézte a Twin Peaks-et. A táncoló törpét. A bot, az önmagát sétáltató botot? Ez volt? Jó, a David nincs egy Jenny, meg őrült is. Kevés filmje van. És már féltél? Meg hallottad már ezt, és már elkezdtél félni, mert tudtad, hogy ott vannak a szülei, tudtad, hogy nézik, de gyerekként te nem értetted, hogy mit nézel, csak féltél tőle, nem? Ugye baromi félelmetes volt. Nem, én azért féltem, hogy apám bejön és átkapcsol a telesportra. Ez itt a Best of Morning Show. Egy nagyon helyes kis témával készültünk, mert hogy egy internetes oldal összeszedte azokat a zenekar kezdeményezéseket, amik hát tulajdonképpen csak nyomokban tartalmazzák az eredetit. A cikk arról szól, hogy van arra remény, hogy valami jó süljön ki belőle a végén, a 10 legrosszabb feldolgozást, amit valaha hallottunk. Szerintem a feldolgozás nem jó, mert a feldolgozás az, ha hozzányúlsz egy dalhoz, és
eljátszod máshogy, vagy ha idézőjeles, hát akkor más máshogy. Hát ezért ezek ugye, nem ugyanazok a dalok. Ezek nem ugyanazok a dalok, de mégis ugye különböző országokból összeszedték azokat a zenekarokat, amatőr zenekarokat, akik híres, hát tulajdonképpen világsztárok, nagy rockzenekarok dalait játsszák, és ők ugyanazt próbálják eljátszani. Nem tribute zenekarok, csak iskolai bulikon, házi bulikon, fesztiválokon eljátszanak egy Red Hot Chili Peppers, egy Guns N' Roses, egy Deep Purple-t, hogy tudjuk, milyen az eredeti, hogy szól ez, ha amatőr zenészek játsszák. És többen kérték őket, elsősorban barátok, hogy még várjanak az első fellépéssel, de ők nem hallgattak a jó szóra. Igen. Na, hát nagyon-nagyon-nagyon jók vannak. Nyilván közben várunk SMS-eket is. Mindenkinek az első szárny bontogatás, hogy milyen zenekarban játszott, mi volt, besültek-e, milyen dalt adtak elő, meddig jutottak, és mikor tiltotta be őket az iskola. Szerintem minden valamire való 14 éves legalább egyszer beül egy dob mögé, és próbál suli zenekart csinálni. Nem? Hát az nagy álom, egyrészt ugye a zenekarozás, másrészt meg nagy csajozás, mi a középiskolában csináltuk meg a Mikes Kelemen szakközépiskolában Battonyán az első zenekarunkat. Ja, azt hittem, hogy a zenekarnév nagyon tetszett volna. Mikes Kelemen. Ez egyébként te lettél volna. És hölgyeim és uraim, a színpadon a Mikes Kelemen emlékzenekar. Igen. Igen. Milyen durva lett volna. Nem, a zenekar névig nem jutottunk el. Arra emlékszem, hogy gyakorlatilag erősítőink nem voltak, és egy videóton rádiós erősítővel lehetett az kapni. Két ilyen hangfalal, azzal hangosítottuk a zenekart, és az első dalunk az az Edda Művek Kör közepén állok című dala volt, amiből annyit sikerült megjegyezni az énekesnek, hogy a kör közepén állok, kör közepén állok, kör közepén állok, kör közepén állok. Ez jó, hát figyelj, és még mindig. És még ennyi volt a szövege, ez tehát ideig jutottunk, azt hiszem itt oblott. Saját szerzemény? A kör közepén állok. Ja, csapat, ja. Tehát nem volt ilyen, hogy visszafradostó meg hasonlók. Új, nem de volt. Jó, új, de jó pedig. Na, megnézzük az elsőt. Igen, kör közepén állok, mit lát Rodostó. Igen, igen. Szabadságharc emlékére. Red Hot Chili Peppers, By the Way. Szerintem mindenki ismeri a dalt. De így jó, hogy elmondtad, hogy mit fogunk hallani, hiszen akkor így bázorosítató lesz sokak szává. Igen, a következőt azt úgy csináljuk, hogy nem mondod meg, hogy jó, és nem mondom meg. Jó. Na figyeljetek, így szól az első, ez ugye tulajdonképpen egy suli zenekar, és azért érdekes a videó, írja ez az internetes portál, mert egyébként tényleg megérkezik a videó közepén egy tanárnő, aki belép, látszik a döbbenet az arcán, és próbál a pogózó diákok között rendet tenni. Így szól az, ha hát nem kellő kezekbe kerül egy dal. Az énekes nem ez rossz. Ez egyébként nem rossz. Vigyed. Aha. Nézd meg, a közönség zabálja. Szeretik. Hárman állnak, és a csávó őrjön be színpadon. Csucsa! Ez az eredeti szöveg is, ki tudja? Igen, hát hasonló. Ez egyébként még egész jó. Na, ez még egyébként nyomokban tartalmazza. Igen, igen. Ez még nyomokban tartalmazza a dolgot, jó? Hogy szól? Dobos kolléga, nincs helyzet magaslatán. Senki nincs a helyzet magaslatán. Ugye ez a Survivor. Eye of the Tiger, mindenki ismeri a dal. Zseniális. Ez olyan, mint az én angolom. Nem szabadna kiállni. Nem szabadna ezzel kiállni. Ő mosolyog folyamatosan éneklés közben. Miért ilyen a hangja? Mint a videó is érezte volna ebben a pillanatban, ebben a pillanatban lefagyott. Gyerekek, döbbenet. És az a helyzet, hogy ha szembesíted az ilyen előadót ezzel a teljesítménnyel, akkor tökre azt mondja, hogy ne, hát nézd meg, milyen jók vagyunk. Igen. Ugye? Ha hallgass, ott volt. Na. Mennyire ott voltok már? Mennyire tetszett már mindenkire? Nézd a kezét a csávónak, hogy lejátsz a figurát. Ez a legnőbb. A figurát, hozom a figurát, figyelj, hozom a figurát.
Még két saját dal is lemez. Figyeljetek, itt a következő, figyelj, nagyon jó. Ez is koncert egyébként, megtörtént, és hárman vannak a koncerten, érthető, hogy miért hallgat. Figyelj. Ugye mindenki tudja, Europe? Nem. Ez száj szintetizátor. A fújós száj szintetizátor. Figyelj. Azért a gitár szóló meghallgatnám. Jön az ének. Ugye, atyom, kéne ütni a gyerek Joey Tempest. De tényleg. Atyaisten. Ugye? Refrén, figyelj! It's the final countdown! Hogy még csak véletlen is, annyira tiszteli a hangot, hogy nem lép rá. Mi ez? Saját magadat jön vissza, igen. Óriási, a csorda bokál egy ember, és az is az énekes. Figyelj, te emberkínzás. Na jó. Nem, a refrén még egyszer, figyelj, az, várjuk meg, azt nem bírom elengedni, figyelj. Kezdek a magasba! Milyen lehetszer így a Európa elnyomná? Csak egy kis hangolás. Nagy közönség zaj, nincs nagy itt közönség, se. Stúdió, ez egyébként stúdióban se. Vannak. Figyelj, dobos. Ez konkrét, amit a mi csinálnánk, Jani. Tehát én gitározok, te dobolsz. Figyeld a dobot? A dobot hallgass meg. Figyeld, mennyire mellé üt. Figyelj. Basszus. De legalább a tempó egyezne. Most az, hogy fáradnak az ujjak rettenetesen. És a dob tök másthoz. Igen. Semmi köze volt. Három ember három különböző dolgot játszik, de egyik se a Guns. Tényleg kifáradt. Elfáradt. Itt már nem ismernél fel. Dobos, belassulj. Figyelj, én imádom. Hát ez nem lehet komoly. Egyértelmű, ez a legjobb. Állnak meg, figyelj, lassulnak. Igen. És a gitáros mit csinál, hogy? Á, gyerekek. Figyelj, érezen sírtam, mikor ezt hallgattam. És el is fáradtak, hogy vége is. Tessék? Á. De még ne. Jön a szóló. És áll a közönség, azt tudod, és nem hiszi el, hogy mit hall. Ők az utolsó. Kezd kipusztulni a dolog. Egyre jobban pusztulnak. És ők azt nem írják véletlenül, hogy ők azért mentek be a stúdióba, hogy rögzítsék? Vagy csak ott próbáltak, és közben valaki fölvett? Ők nem, ők most gyakoroltak. És akkor egy-két zenekaros SMS. Ritmus gitároztam egy Guns Tribute bandában. Az első fellépésünk után a mosdóba voltam, amikor odajött hozzám egy részeg középkorú motoros, megfogta vállam és azt mondta, nagyon jók vagytok, sose hallottam még ilyen profin előadva a pokolgépet. Nekünk a gimiben volt egy rap bandánk, úgy hívták Funky Seggű Srácok. Annyi önkritikánk azért volt, hogy az első gimis koncertfelkérés előtt gyorsan feloszlottunk. Nem, ezt meg kellett volna csinálni, egyen túl kell lenni. Egyet meg kellett volna. Igen, egyen túl kell lenni. Van egy hallgatónk is. Levi, hello Levi, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello, na hello, neked is volt zenekarod? Hát a zenekarnak annyira nem nevezném, de gondolom, hogy Miskolci reformáció volt, négy tag volt benne. Most név szerint ne említsek mindenkit. Persze ne. Nem biztos, hogy örülnének neki.
Hát a lényeg az volt egyébként, hogy négyen voltunk ebbe az óriási reformációba, csak az volt a gáz, hogy az egyik tag hadart, a másik pedig össze volt. Ne! Erős csapat volt. De ők csak zenéltek, vagy ők beszél, énekeltek, rappeltek? Nem, ugyanúgy rappeltek ők is, de az én az egészben, hogy volt fellépés, illetve egy albumot is sikerült összehozni egyébként ezzel a formációval. Lett egy albumotok? Hát tudod, ez most ilyen otthon felvett, ilyen saját kis home stúdiózó. És ki énekelt? Az ének, a Pössze vagy a Hadaros? Mind a kettő repelt egyébként. Nagyon erős lehetett. Igen, tehát ilyen S betűknél meg Z betűknél folyamatosan effektálnunk kellett, mert gázos volt, nagyon a dolog. És te mit csináltál ebben a zenekarban? Ugyanúgy rep. Na, valamit mutasd, egy sor, tényleg. Na, miről repeltetek? Gondolom a gettó, a nyolcadik kerület, a nehéz élet, a hányatott sorsú gyerekkor, gondolom erről, nem? Vagy miről szóltak hát a dalok? A nyolcadik kerületről pont nem, mert ez egy miskolci formáció. Az Avasi telepen lakunk a srácokkal, folytasd. Ez a dolog volt, úgyhogy nem erőltetnék nagyon, sőt, valahol el van dugva ez az album, de nagyon mélyen. Ne, ha megvan, akkor egy dalt küldj már. Valaki küldj már, de belehallgatunk. Lehet, hát különben emlékszem, volt egy betét az egyik srácnak, aki pont össze volt, és emlékszem, volt egy olyan rész, hogy a faresszőnek ízik, na most abban íz jött ki mindig. Ízik. És kb. Másfél napig vettük azt a részt. Köszi, hogy elmondtad, jó munkát akkor neked. Köszi, sziasztok. Köszi, ciao. Nekünk volt egy zenekarunk, de az első próba előtt a két tagunk összeveszett a banda névválasztáson. Máig nem beszélnek egymással, és a zenekar feloszlott. Annyira helyes sztori egyébként, de tényleg, amikor azt hiszed, hogy elindulsz a világhírnév felé, és valakinek a szobájában egy csörgődobbal, egy dobgitárral, meg nem tudom, egy háromlábossal próbáltok, nem? És még mielőtt bármi történne, jön a legnagyobb akát, kasz, hogy nem férnek egymás mellett meg. Mi legyen az egók? Igen. Miért baj az, hogy Pössze Dénagy Lajos is sztár lett, írja valaki? Egyébként a részegen kivisz majd haza. És mekkora dalokat írtak a bikinivel, nem? És hát a Lajos híresen Pössze, de hogy jól áll neki, ez a szexepie, és zseniális dalokat írtak. A mi zenekarunk három koncertet élt meg, írja egy hallgató. Egy bemutatkozó, egy jubileumi második, és egy búcsú koncert. De egyben volt három. Tök helyes. Tök helyes, nagyon jó. Nekünk 13 évesen haverokkal volt egy punk zenekarunk, Torz néven. Első koncert, ahova meghívtak fellépni, anyámék nem engedtek el. Lázadó punk vagyok, anya, elmehetek koncertet? Nem, és okay. Ahova takar, hogy a szobádba. Előbb a tanulás. Menj be a szobádba. Oké, akkor megyek. Előbb a tanulás, igen. Jaj, Bali, annyi SMS-et beolvassátok már, hogy lassan meghívhatnátok a műsorba, Szatyi. Szatyi nagyon túlvezérelten küldi az SMS-eket, igen. A zenekar első koncertje előtt 20 perccel az énekesünk bejelentette, hogy nem tud fellépni torokgyulladás miatt. Lenyomtuk a bulit úgy, hogy a dalok egy részét a dobos, egy részét én énekeltem. Gitározás mellett. A Smoke on the Water-t instrumentálisba toltuk. Aha. Na, és akkor a végére egy kis, hát hogy is mondjam, unikum. Egy csemege. Egy hallgatónk elküldte nekünk, hogy hallgassuk meg, hogy mit tud a Queen japánul. Gyönyörű. Mekkora zongora téma, nem? Figyelj, megőrültek. Gyerekek, egyébként jó? Várjál még azért. Aha. Eddig volt jó. Hachi metal. Az egyezik. Nem annyira rossz egyébként. Tényleg is. Ha ér mások nyelvén nevetni, akkor itt ugye... Figyelj, mi most. Na, ezt még hallgassuk meg, figyelj. Vittorito hotokoro. Tamagocsi Haki. Figyelj! Harakiri! Figyelj! Tök jó, a vokál rendben van. Én elmennék egy ilyenre. Komoly, jönnének az arénába japánul. Ez
A zúzást meghallgatjuk. Figyelj! Na! Szemetet! Hát itt jött volna! Bá. Na jó! Itt jön az úzás, nem? Már jönnie kellett volna. Igen. Na jó van. Hát ez a japán queen. Hát várjál, két dolgot megtanultuk, hogy a GD száz a bicikli, a Kaza az pedig a mama. Kaza, mama. Kaza. Kaza. Tibi! Kaza, Tibi, Kaza, Tibi, beszélgettetek sokat ilyen rendőrökről, meg egyáltalán, hogy ki, hogy van, meg ki lőtte ki a vadat, meg nem lőtte ki a vadat. Uh-huh. Akartam egy ilyen rendőrös sztorit egy picit előhozni nektek. Talán már a múltkor beszéltünk róla, ti tudjátok, hogy én egy picit rendhagyó módon vagyok mindig a rendőrökkel, mert én azt a stratégiát űzöm, hogyha rendőrrel találkozom. Ugye múltkor ugye volt, bejött utánam a körforgalomba, láttam, hogy nem indexelt a körforgalomból kifele menet, tehát én föl voltam rá készülve, hogyha engem véletlenül megállít, akkor ott egy ilyen vádalkút köthetünk helyben. Tehát, hogy nem jelentett föl azért, mert ő nem indexelt, ha elenged téged. Hát igen, hogy tudok hallgatni. Uh-huh. És most megint láttam egyet, nem mondom meg, hogy hol, mert nem akarom őket mószerolni, hogy jött mögöttem a rendőr, nem annyira voltunk bekötve még. Tehát, hogy már majdnem... Ide készültetek magatokat bekötni, igen. De még majdnem nem, de már majdnem. És mondtam is a páromnak, hogy kössük magunkat, de közben én már látom, hogy az egyik fényszórója, de a jobb oldal lámpája azt hiszem nem égett. Tehát tudtam, hogyha megállít, akkor én már föl voltam készülve egy ilyen vádalkúval, hogy az én hallgatásomnak is van ára, és akkor valahogy elboltoljuk. Ti egyébként milyen politikát nyomtok a rendőröket? Tehát, hogy én nekem általában azt nyomom, hogy próbálok nagyon ilyen, nagyon lazán, nagyon humorizálva kiszállni, és akkor az általában egy jó belépő szokott lenni. Ti mit toltok? A kedveset, az aranyosat, a közlékeny, az együttműködő, a bűn megbánó és a sajnálatra méltó angol buldog fejet tudom felvenni, hogy rettenetesen sajnálom és hihetetlen, de van egy kis frissen sütött almás vitámmel megkínálhatom az urakat, hát az segít. Jani, igen. Te mit nyomadsz, hogyha... Nekem nincs miért félnem. Tudom, de hogyha... Egyrészt, mert a feleségemet fogják elmeszelni, hiszen én nem vezetek. Másrészt pedig igyekszünk azért minden egyes dolgot rendben tartani az autóban, a papírok is rendben vannak, nem megyünk túl gyorsan. Igyekszünk. Na, de ha valaki ilyen igazság... Törvénytisztelő állampolgárok vagyunk. Ha valaki ilyen igazságbajnok, az te vagy. Tehát, hogy nekem nem mondta, hogy onnan oldalról anyós ülésről, amikor anyát éppen szondáztatják, hogy onnan nem szövegelsz az anyósról, nem mondjad már. Dehogy nem. Mi van már? Nincs a dolgotok? Persze, nyilván ezt tudom, igen. Mit szorakoztok? Kiszállok? Persze, nem. Hát, gond nincsen. Tehát, hogy nem. Udvariasan, előzékenyen, tényleg, ahogy Balázs is elmondta, mi is próbálunk meg együttműködni a hatóságokkal. Nincsen arcoskodás felesleges. Én tudom, ha én egyszer elkezdek arcoskodni, de csak egy fél mondatocska, nem egy fél mondatocska, egy olyan szó is van, ami még nyomokban arcoskodást tartalmaz, abban a pillanatban végünk abból van. Böri lesz. De az abból a baj, nézzétek már meg, hogy előállítás lesz. Milyen ilyen rohadt nyallerok vagyunk, tehát hogy tényleg az van, hogy te Feri, te mit nyomadsz? Meg tudjuk beszélni. Én így kezdem. Hát persze, röviddel a kocsi csomagtartójából, illetve készpénz. Ez a kettő mindig segít. Én ehhez annyira puha vagyok. Én ilyen nem tudnánk-e valahogy máshogy elintézni. Én szerintem sose próbáltam. Vigyél magaddal Morning Show-s bögrét Balázs aláírásával. Mindenhonnan elengednek. Mindenhonnan. Nem, ez régen ment, ezzel nem tudnánk, hogy elintézni, erről beszéltünk pont egy hónapja, ez régen nagyon ment. Amikor megvárod, hogy ő kérdez, te kérdezed először, ki játssza le, ugye megvoltak a kötelező körök, én ezt nagyon tudtam. De most már nem lehet, tehát most már nyoma van annak, hogy félreállítottak, igazoltattak, azonnal lekérik a központból, annak nyoma van, tehát ez a megvesztegetés, hogy tudnánk máshogy elintézni, szerintem ezt most bepróbálni, az meleg. Elmúltak ezek az idők szerintem. Be vannak portozva ugyanis. Tehát, hogy nekem konkrétan be vannak portozva a rendőrök. Oda jött hozzá most a múltkor egy rendőr. Volt és egy... ki portozott? Atosz portozott. Igen, portozott, és utána kiszállt később Aramis. Atosz teszi fel a portokat? Jó, ha Atosz portoz, akkor jó. Igen. Hogy konkrétan be vannak portozva, és közli az elején, hogy erről az intézkedésről most hangfelvétel készül. Na, én ezt még soha nem hallottam. Soha nem hallottad? Én nekem múltkor volt, félreállítottak, erről tudjon mindenki, hogy ez van, tehát konkrétan be van. Minden ne higgyel, Tibi.
Persze, be van portozva, és ülnek egyébként, igen, egy ilyen kicsi kis magnó mellett fülessel az őrsön, Józsiék, és hallgatják gyerekek, a beszélgetéseket, és naponta 4000 beszélgetést hallgatnak be van, vissza. Hagyjál, az a rendőr, hát, tibiet, a rendőr kettő dolgot mondott, és ráhittem. Az egyik azt mondta, hogy be van portozva, és azt mondta, hogy Popsiban nem megcsalás. Ez a kettő, hát most hogyha ő hazudik, én is hazudom. Hát. Nincsenek, szerintem nincsenek be vannak, portozva. Az meg se fordul a fejedbe, hogy becsületűsök? Dehogy nem, de nem hülyéskedj. Én, aki a fényszóróját próbáltam javítatni. Amióta elmentetek, rengeteget fejlődött ez az ország. Tehát, hat hete nem vagyunk otthon, és ilyen dolgok történnek. Hát engem kétszer igazoltatott konkrétan hologram rendőr. Oda nyúltam, azt nem volt ott. Hát, hülye vagy? Nagyon nagy. Na, figyelj, viszont mi egy picit a Ferivel elirigyeltük, mert nem tudtam ezt egy jobb szóval mondani, hogy ne... De én értettem, szerintem. Hogy elirigyeltük, hogy ti kint vagytok, és nektek baromi jó, és azt gondolom, nekünk meg közben baromi rossz, ugye, tehát hiába zabáljuk a diskókot, valahogy nem akar úgy csak összeállni. Csak a szenvedés van csak itt. Csak a szenvedés. Miközben, hát más, figyelj, amit Balázs ugye mesélt, hogy minden nap tiszta a szoba, minden nap friss törölköző, friss sájnemű, azért az kemény, tehát az jó dolog. Hát meg az egész ellátás, tehát tényleg, hogy azért nagyon nehéz ez azonosulni, úgyhogy van egy dal, amit annak idején, hogy a Tájföldre magamat marcangolva írtam, hogy ez a Rohadjál meg Kassa című dal, nem tudom, emlékeztek-e még rá? Igen, megvan. Szerettem. Megvan. Azóta és... is a legnagyobb slágeren. Jani, ne szurkáljál nekem onnan oldalról. Figyelj, én voltam koncerteden, és láttam, hallottam. Imádták az hogy emberek. Minden számnál repültek a fehér nemük. És volt köztem ő is. Na, hogy ezt átírtuk Ferivel, csak azért mondom, hogy Ferivel, mert csak hogy hadd ráncsa hogy magam. Ne, igen, hogy ne egyedül vidd a balhét. Igen, hogyha baj lesz belőle, akkor ketten írtuk, ha rohadtul fogod szeretni, akkor csak én csináltam. Jó? Tehát, hogy... Így megszületett a dal címe, Rohadjál meg Balázs. És ez, na, hát ez, köszönöm szépen, hogy de legalább nincs elég bajom, nincs velem a családom, hiányzik a gyerekem, a feleségem, Tibi bejön, a dal címe Rohadjál meg Balázs. De figyelj, most ez... Nagyon jó. Miért kell egy vérző embert még rugdalni? Nem baj, már tetszik egyébként. Rohadjál meg Balázs. Mehet, nyomja. Élőben nyomjuk, ez ilyen élő premier. Szól a gitár, jól halljátok? Jól szant? Jól, abszolút jó. Na, figyelj, 1, 2, 3, 4, én turistán utazok, te meg persze magángépen. Én 5 csillagos szállodát még nem láttam csak képen. Itthon meg csak Ferrarival van tele a garázs. Hát rohadjál meg Balázs! Az a gáz, ha hazajön a Balázs, akkor bizony drámaian megcsappan az apanás. Az a gáz, ha kint bezár a büfé, akkor bizony drámaian megrövidül a büdzsé. Azért én aláírom, hogy nem könnyű neked, mert minden nap bélszín zabálni tök unalmas lehet. A fürdőszobád akkora, mint muterná a lakás. Hát rohadjál meg Balázs! Az a gáz! Ha hazajön a Balázs, akkor bizony drámaian megcsapan az a panás. Az a gáz! Ha kint bezár a büfé, akkor bizony drámaian megrövidül a büdzsé. Kis dalunkban egy valaki nem kapott még bókot, aki alig várja, hogy már ehessen riskókot. Veled most nincs semmi baj, de azért jól esik kimondani, hogy rohadjál meg, Jani! Az a gáz, ha hazajön a Balázs, akkor bizony drámaian megcsapan az apanás. Az a gáz, ha kint bezár a büfé, akkor bizony drámaian megrövidül a büdzsé. Hey! Nem volt rossz, sőt, jó volt. Nagyon király. Ülünk itt ártatlanul erre a dalci, rohadjál meg. Azt Balázs, kapjuk a pofánkba. Rohadjál meg. Jani, kapunk egy kicsit. De jó volt. Tetszett. Hát, tetszett, hogy a Feri néha, amikor rohadjál meg Balázs, ilyen tiszta szívből. Oda tettem. Rohadjál meg Balázs. Figyelj, de nem láttad, vagy láttad a Tibit közben, úgy így még mutogatod, hogy gyere velem. Gyere, te is mondjad, hogy rohadjál meg, ne csak én legyek egyedül. De megérkeztél, ott voltál, nagyon tetszett. Nem kellett kétszer mondani. Csak a művészet végett. Közben ugye egy ilyen vízálló mikrofon szettel derékig benne van a medencében, Balázs, én látom itt a Skype-on. Benne van, hogy csak ott lennék. Derékig benne a medencében, és ebben a pillanatban most teszik le elé a mohítót. Nekem tök, jó, hát most bármi. De hogy... át tudjuk írni a dalt. Csirkeszány, rohadjál meg, jó Balázs. Elmondanám nektek, hogy a 4 hét alatt egyszer próbáltam arra kísérletet tenni, csináljak egy mohítót. Amikor a paradicsom léhez nyúlt, akkor azt mondtam, hogy hagyjad, brada. Nem, ez nem az a világ.
ez nem az a világ, ahol én mojitót fogok inni. Tedd le azt a paradicsomlőt, engedd el. Az, van olyan, az a Bloody Mary. Hagyd a francba, nem iszunk mojitót. Tehát, hogy azért van még hova fejlődni. Az mi mögötted? De az a király volt. Igen? Balázs, az mi ott mögötted? Az ilyen óriás csúszda, vagy mi az ott? Rohadjál. Na. Megy az jó. Idő, nehogy aztán nem maradjon idő a témára, mert biztos nagyon jó. Igen, biztos nagyon jó, de előtte még el kell mondjam, hogy nem a te téged körülvevő jó világ az, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Hát lassan kezdek arra gondolni, hogy esetleg ma úgy jöttél, hogy nincs témád. De van! Megmondom őszintén, tudjátok, hogy én a hosszú távú elköteleződésnek vagyok a híve, ugye? Ez de jó volt! Na igen, abszolút indokolt a csörbek. Ne sértsetek, tehát tudjátok ugye, hogy én a hosszú távú monogám elköteleződésnek vagyok egy nagy követe. Kimondta! Istenem, ez a srác, és még ugyanúgy ül a poén. Érdekes, hogy elsőre is hazugságnak tűn, de másodikra se lett jobb. Tehát Balázs, engem, aki ennek a fajta egy életen át tartó nagy közös utazásnak vagyok a hírnöke. Most engem akartok megmaradni. Na mindegy. Csak azért mondom, hogy mivel most már azért most már lassan 2 éve benne vagyok egy párkapcsolatban, azért, ami mondom, már ahogy kimondom, hogy gyomrom összeugrik. Tehát, hogy már lassan menekülnék, hogy egy picikét belástam az életünkbe, és hoztam nektek egy listát azokból a konfliktusokból, amit azon mindenki átél, aki egy hosszabb együttélésben van, vagy házasságban. Mik azok az aprónak tűnő kis konfliktusok, amik abszolút meg tudják mérgezni a hétköznapokat, mik ezek a kis konfliktus források, amik banálisnak tűnhetnek, de utána kapcsolatra nagyon csúnyán ráülnek. Úgyhogy ilyen harcokat gyűjtöttem ki egy picikét. Nektek a hallgatók is nyilván ebbe bele tudnak szállni, hogy ki mivel harcol otthon, mik otthon a kis konfliktus források. De igazából akarjátok, hogy hozzam Annát egyébként, hogy pizzanői oldalt is meg tudja ebbe a sztoriba szólaltatni? Hozhatjuk, igen, csak vágjál bele, mert nagyon rohan az idő. Na, itt van néhány dolog, csak azért, amit például nem értek. Tehát, hogy én pont tegnap este megkaptam, hogy a nem felhajtott WC deszka, hogy az egy undorító dolog, hogy én azt nem hajtom fel. És én ezt egyszer nem vagyok hajlandó elfogni. Tegnap este egy komoly vita volt nálunk egy ilyen beszélgetésben, mert hogy nem hajtom vissza, ugye az a problémátok nektek. Az, igen, bejöttem. Az elég komoly probléma. De miért? Tehát, hogy én nekem megmondom, ugyanaz a mozdulat. Tibi. Nem. Na. Nem, tudod miért probléma? Mikor beleesel derékig, én jövök hajnalba dolgozni, és leülsz a hideg fajanszra a sötétbe, akkor az azért elég bosszantó tud lenni. De nekem ugyanaz a mozdulat. Tehát, ez... A hideg fajanszra egy mozdulat neked is, nekem volt olyan, is. Hogy nem volt lehajtva a deszke, és kicsit beestél a fajanszba? Mert tudod, hogy csak a fajanszra ülsz, az vékonyabb, és a farpofák nem találják el rendesen, és beesel. Olyan volt, mert nekem volt ilyen konkrétan, hogy álmos voltam, gondoltam, leülök, és nem volt lehajtva a deszke, és majdnem beestem a fajanszba, ugye, mert vékony az, és a farpofa arról lecsúszik, és oldalt kapaszkodtam. És tényleg a Viki fölhajtva hagyta az ülőkét, szörnyű. Ki hajtotta föl, te hajtottad föl, ember? Nem emlékszem már, hogy volt, csak tudom, hogy hajnalban megérkeztem, rárogtam a vécé, és úgy, hogy van, majdnem beestem a fajanszba, mert hogy azt hittem, hogy ott van a deszka, és oldalt ugye az picit csúszik hideg a farpofádnak, és hát sikerült beesni, ez valóban sokkal. De hogy ez miért a mi sarunk? Tehát ez minden nő úgy állítja be, hogy ez a mi sarunk, hogy a WC ülőke nincsen visszahajtva. Ellenőrizzétek, mielőtt leültök, nem? Hát az nincs ráírva sehol, hogy lehajtva a szabványos, vagy fölhajtva. Nincsen ráírva, de hát figyelj, ti vizeltek más, hogy már bocsánat, ti ülve csináljátok, ti is ülve csináltok. Ezt a hülyeséget. De ez nem hülyeség, Tibi, hát. De nem mi vizsgálunk máshogy, hanem ti. Dehogy is. Hát figyelj, ti ülve csináljátok a nagy dolgot, mindenki ülve. Az nem, azt szerintem meg már megalázó. Ott valahogy én úgy érzem, hogy férfit kiherélünk azzal, hogyha ülve kisít. Pisiltek állva, csak leülni. Hajtsátok tudod, vissza. Tudod, milyen jó leülni, Anna? Tudom, mennyire ülök. Ennyi év után. Ne, ennyi év. Leülök. Internetezek kicsit. Ne viccel, jó ülve.
nem fröcskölöd szét, nem lesz a padló. Mi még igen, tudunk célozni. A csempek. Higgyetek, én bevállalom, én otthon leülök. Lusta vagyok, én leülök, gyerek. Na, másik ugyanilyen nálunk ilyen állandó ütközési pont. Ágyban kajálás. Én notórius ágyban kajáló vagyok. Szavazzuk meg, most figyellek, Balázs, Jani, ki az, aki ágyban elfekve nagyon nagy faló? Balázs az bevállalta, én is. Nincs vele baj. Jani? Nincs vele baj. Semmi baj. Én takarítok utánuk, én nem eszek ágyban. Én nem szeretem, belemorzsázunk az ágyneműbe. Így van, egy jó kis ágyban kajálástól nincsen jobb, és ez nálunk ugyanígy harc, hogy utána én viszont nagyon hisztizek érte, hogy nem tudok a morzsás ágyban aludni, és utána ráfogom a páromra, nyilván ő morzsázott bele. Igen, a morzsa tudod miért probléma? Sokkal érzékenyebb a bőrünk, megnyomja a morzsa. Másik, sokkal érzékenyebb a szaglásunk. És engem zavarnak azok a szagok, amik sajtos kekszből ott szétáradnak. Így van. Mozizol, közben nézel egy filmet, meg nekem van olyan tálcám, hogy kis lábacskái vannak, ki lehet hajtani. Fogom, és így magamra teszem. És mellé eszel. Beviszem a kis tálcácskát, kihajtom, és akkor ott van minden így berendezve, nézem a kis kedvenc homelandemet, és a kis ágyas tálcámat kihajtom. Hát nem vicceljetek. De tudod, mi a baj? Van egy kis váza is, egy szál vörös rózsával benne. Sarkában. Hábozott mandarin, egy fél körte, és némi sajt feldarabolva. Persze, figyelj, a kis ágyas tálca, igaz, most a 2 éve nem használtam, de volt, amikor. És az a kellemetlen, hogy előadja Balázs, hogy ő beviszi az ágyas tálcát. Miközben ez hogy néz ki? Jean hozhatja a vacsorámat, és akkor leteszi a... Januárja. Igen, hozhatja. Jó. De gyerekek, ágyban enni jó. Én adom ezt, Tibi. Film... Jó, másik hatalmas ütközési pont. Filmre elaludni, vagy vaksötétbe elaludni? Filmre elaludni? Én csak filmre tudok elaludni. Tehát ha vaksötétben, akkor nekem ez egy olyan elalvásos szükségmegoldás, és feltehetőleg táborban vagyok. Tehát én csak, ha megy egy jó elalvós film, úgy tudok elaludni a párom, csak vaksötétbe. Ilyenkor mi van? 1 éve külön alszunk a férjemmel. Szevasz, Juli. Ezért szeretlek, Juli, mert te vagy a legőszintébb. Bejössz, és az 1 éve külön alszunk. Nagyon szeretlek. Ő lenne a kanapén, én meg fent. És melyikőtök tévézik? A férjem. De annyira, hogy berakott egy böszme nagy ilyen porfogót a szobába, amihez nem volt távirányító, és mindig ő elaludt, én meg kapcsolhattam ki. Abban a pillanatban, hogy visszanézek a monitorra vagy a tévére, kiveri az álmot a szememből. Hát hogy lehet tévére elaludni? Ő meg ennél a legnagyobb, tud, úgyhogy... A legnagyobb. A másik ugyanilyen lámpáknak a felkapcsolva hagyása, és akkor megy utána a másik, az megkapcsolgatja le. Tehát én az vagyok, aki nem tudom még fölkapcsolgatni, még csak, és az egész, tehát olyan, mint egy ilyen karácsonyi kivilágítás, úgy áll a ház, konkrétan Pakson be kell intani egy ilyen póterőművet, hogy működni tudjon a házunk, és talán megy utána a párom, és kapcsolgatja le, hogy nem lopjuk a azért. Ti... De félsz, vagy miért csak félsz? Vagy mi? Nem, hát pánikrohamod lesz a sötétben? Nem, miért csak szólt a lámpát? Szólt a könyvelünk, hogy rohadsok a haszon, az valami. Ja. Kéne egy kis bevételi számla. Kéne számla. Hogy ti azért a lámpával ti toljátok, vagy ilyen spórolósak vagytok? Kapcsolgatjátok? Nálunk egy darab jelzőfény van. A polc tetején világít egy lámpa. Ferihegyen laktok, hogy milyen jelzőfény? Így van. Hogy a férjem betaláljon a kanapóba. Nem, egy darab jelzőfényig, úgy nem esek le a lépcsőről, és ő is betalál az ágyba, úgyhogy ez teljesen jó, ezzel kivédünk egy csomó lámpakapcsolgatást. A másik... Nálunk is van, a Viki imádja, ez a kis konnektorba bedugható, ilyen kis éjszaka világító, ilyen, mit tudom, 3 év alatt egy nem tudom mennyit fogyasztó 100 forintba kerül, ilyen kis jelzőfényeket a lakásba. És az azért van, hogy este a gyerekhez oda találjon, nem tudom, és olyanok vagyunk tényleg, mint egy ilyen kiszem felszálló pálya, hogy égnek ezek a jelzőfények. És annyi van belőle, hogy lekapcsoljátok a lámpákat a házba, és ugyanúgy világos marad. És ugyanúgy nem tudunk besötétíteni, igen. A másik ilyen brutális ütközési pont a szennyes témakör. Tehát én megmondom őszintén, hogy én az vagyok, hogy valahol leesik rólam az okni, az ott rohad meg. Tehát, hogy az hogyha... Na, pont ilyenek is képzeltünk. Nem is gondoltunk nagyon mást. Na, ne arcoskodjad ott az akkurátus luxus osztag. Mondjátok, hogy nálatok mi van. Tehát ki hol veszíti el a szennyest? Ebben nem vagyok trehány. A Beninek már megtanítottam, hogy tudja úgy levenni az alsógatyáját, hogy a sarkával fölsarkazza és elkapja. De az menő. És egyébként ez nagyon menő. Csinálja 5 évesen, bemegy a fürdőszobába, ledobja az alsógatyáját, és amikor az egyik lábam van már, csak akkor fölrúgja a sarkával és elkapja. Ezt megtanítottam neki, erre nagyon büszke voltam. De ez nálunk valahogy nem megy. Ez az okni elhagyás, szépen mire fölérsz a fürdőszobába, az levetkőzöl mindenhol egy ruhadarabot, az nincs. Én ebben egészen. Fú, nálunk nagyon. Tehát nagyon. Tehát én konkrétan, tehát van olyan, hogy én mondjuk, ha legurulok az ágyról, puhára esek, ott van egy ilyen 7 generáció zokni, vagy az ágy mellett.
Atyaisten. De mondom, tehát hogyha mondjuk hozzáteszem, hogyha nekem azt mondanád, hogy a jó szendékú manók töltik újra a kézmosót, én elhinném, mert én azt se láttam még soha, amikor újra, tehát én azt se láttam még soha, hogy újra töltődik. Jó, de hát akkor egy valamit vállaljatok be, most ne egyedül legyek én azért, tehát nálatok milyen házi konfliktus van ilyen kis apró házi dolgokból? Na, nekem egy van. Na. Egy. De tényleg, most eszembe jutott a hűtő nyitva hagyás. Valamiért annyira rászoktam így az utóbbi években, hogy én nem tudom mi. Tehát mindig oda megyek hozzá, kiveszek valamit, és nyitva vagyok. Ez már erősen. Azért ez erősen a szenilitás. Tehát elfelejtett, hogy mit csináltál egy órája, az oké, hogy mit csináltál egy percet, de kinyitod a hűtőt, és úgy és hagyod. Nyitva vagyom a hűtőajtót. Egy liter tej van a kezemben. Hol vagyok? Ez kinek mi a házsa? Ezen elgondolkozik, mert az ember mondjuk nem tudom, nyitva hagyja a kocsi ajtaját, nem zárja be, oké, de a hűtőajtót, hát az a fél perc telik el a benézés és a kivétel között. Hát az nem egy hosszú időintervallum. Valamiért kiesik. Azt fogom csinálni, hogy oda fogok készíteni egy levél Covingtont, és amikor kinyitom a hűtőt, akkor mindig bedobok egy tablettát. Van ilyen hűtőmalac, ami elkezd nyögni, vagy rágni, vagy valami hangot adni, hogy ne hagyj miért kell, tényleg azért van, ugye, hogy meg azért van, hogyha valaki nassol, akkor hallja a másik, hogy megint belezabált az ételbe, és ha kinyitod a hűtőt, abban a pillanatban a malac elkezd jelezni. Vegyek neked egy ilyet? Igen, ez azért van, hogy a nassoló házaspárok tudják, hogy valaki benyitott, és aztán fényre indul el a malac. És addig, amíg fény van a hűtőben, addig röfög a malac. Kérsz egy ilyet? Igen. Jó. Akkor vegyél magadnak. Nem, ja, jó. Veszek neked egy ilyet. Karina, ez a fényre életbe lépő malac jelzi, hogy nyitva van a hűtő. Nassolás kizárt ugyanakkor, mert hogy lebuksz. Na az utolsó, hogy legyen egy ilyen kis búcsom, mert csajokat be tudjuk vonni, ami szerintem szintén a csajok biztos, hogy ismerik. Én nagyon ilyen vagyok, én vállalom. Bármi, amit nem találok, az automatikusan. Kicsim, ezt hová tettük? Igen, a király többes. Igen, hová tettük? Vagy hová tetted? És neked nőként kötelező tudni. Ja, ez így is van, és sokszor el is számoltatnak ezügybe. Pontosan, és meg is érdemlem. Hát persze, hát nekem kell tudni. Ugye abban a rettenetes rumliba élsz, amit elmeséltél. Ami egyfajta rend, ugye? Csak ugye abban csak egy zseni ismeri ki magát a káoszban. Oh, ennél egyen jobb az, amikor ott van a szeme előtt. Azt mondja, a francba, hol a francba van, és csapkod, és ide-oda pakolgatja a dolgokat, és odamész, és kihúzod. Ennyi. Vagy a kezébe van pont. Nekem ilyen is volt, igen. Na, de hogy ezek után azért nincs sok illúziótok. Melyikőtök lakna velem? Én nem, Tibi. Nagy a csend. Mi megölnénk egymást. Illetve ti pontosabban a Janival ölnétek meg egymást. Én még csak bírom a rendetlenséget. Jani szobájában megint benn voltam tegnap, és mondom, Jani, rakd el a tiszta ruháidat. Nem, az a szennyes 4 darab póló élére hajtogatva. Ment a mosodába. Nem hittem el. Én kiúztam egy fiókot, és így kiömlött a szennyes ruha. Élére hajtogatva 4 darab póló, ami a szennyes. Nem tudom úgy leszedni a fregoliról. Tisztán. Én imádom, hogy a Jani ilyen. Félve kérdezem, hogy jogos-e a taps és a sikor. Hát hogy ne lenne, dalt hoztál, készültél. Nagyon jó voltál. Ez itt a Best of Morning Show. Egyetemi juhászképzés indul Magyarországon, mindjárt 3 egyetemen is. A szakemberek szerint azért van szüksége a juhászképzésre, mert az országban dolgozó kb. 6000 juhász tudása elmarad a mai kor követelményeitől. Ha valaki juhász, akkor csörögjön már ránk, hogy miben maradhat el a juhászok képzettsége az elvárásoktól. Hát, ezért juhászképzés indul Magyarországon, mert előbb-utóbb elfogynak a juhászok. Milyen tantárgyak vannak? Igen. Kutyázás. Vagy mi? Hát igen, nyírás. Meg mik azok a juhászat, követelmények, amiben elmaradnak? Már megint juhászat. Hát én is sehol egy tornaóra, egy földrajz. Mi a mai óra rend? Juhászat. 7 óra juhászat. Sehol egy jó biológia. Igen, mitől marad el? Igen. iPhone-t kell használni, hogy így iPad-et van, használnak? Vagy... iPad-en számolják a... Lacika, már én a nyájából elvitt 2 milkát valamit, a rohadt életben, ahogy csak osztolok, nem tudtam fölépni Viberre. Hogy... Lehet, hogy van egy farkasfigyelő Android alkalmazás? Hát de most... De nem. Tehát, hogy mi? Mi a kor követelményeinek megfelelő? De lehet, hogy egy dombóvári juhász, egy pécsi juhász Skype-ol? És ezt nem tudják? Buksi, jobbról kerést! A francba, ravaj, csinálom egy kvaddal! Itt van velünk János. Halló! Hello! János! Zsákán vagy juhász, azt olvasom. Igen. Zsáka és Zsarvas között. Ó, de szép. Hány jószág van éppen most ott? 340 darabban. Az igen. Biztos, hogy pont annyi? Se több, se kevesebb? Nem, kevesebb, 4 darabbal. Na. Farkasok? Toportját? Zsebre vágott? Nem, egyébként már vannak. Vannak itt nádi farkasok. Azért kérdezem, hogy esetleg a farkas rabolt rá a nyájra. Ez az sokba kerülne. De mikor tanultál juhász lenni, vagy juhásznak? Mikor tanultál? Hát én az általános iskola után elmentem szakmunkásképzőbe, hát az igen gyenge tudás. A tudás nem biztos, hogy gyenge lett volna, de a többi
tanuló értelmi képességei igen gyengé lettem, és így átmentem szakközépiskolába. Bocsáss meg, ezek milyen szakiskolák voltak, milyen szakirányú? Általános állattenyésztő. Na. Szakmunkásban kezdtem, ott egy évet elvégeztem. Hát onnan átmentem a szakközépbe, kezdtem előről, ott 4 év. Azt a mindenit. Nem egy... utána még 2 év technikumot. Igen, nem egy könnyű munka azért nyilván, tehát itt ugye az ember azt gondolja, hogy csak kihajtod, behajtod. De hát nyilván azért hát ez nem... a legtöbb ember ezt látja, igen. Igen, nem erről szól, ugye pont ezen állatokról szokták mondani idézőesen, hogy olyan csendes állatok, tehát nem jelzi, ha baja van, nem szól, nem fáj, nem nehéz észrevenni. De hát nektek olvasni kell a jeleket, tudni kell gyógyítani, tudni kell egy csomó mindent az állatokkal kapcsolatban, takarmányozással kapcsolatban, ugye? Tehát, hogy azért ez egy jóval összetettebb, bonyolultabb munka, mint amit az ember gondol. Nem? Igen, ez így van, persze. Ha téged most visszahívnának az iskolapadba, hogy ülj be új dolgokat tanulni, mennél? Az a helyzet, hogy a dolgok, amit meg kell tanuljon egy juhász, az gyakorlat. És az a probléma, hogy elméletben, amit oktatnak, az nem fedi. Nem fedi ezt a gyakorlati tudást. Aha, hát kérdés, hogy most ugye mit csinálnak, egyetemi juhászképzés indul Magyarországon. Igen. Hát én hallottam erről, de én nem, hogy mondjam, azok a juhászok, akik 10, 20, 30, 50 éve juhászok, azoknak a tudása meghaladja bármilyen egyetemi képzés tudását. Így van. Hát nyilván egy csomó mindent tudok. Képzeljünk már el egy elméleti órát terelésből. Nézzük az első órát, tessék. Furujázás. Tudsz furujázni? Nem igazán, sem tudom szoporozni. Második óra, birkák herélése foggal megy. Simán. Tényleg? Ezt többen írják nekünk SMS-be, hogy ez van, aki tényleg így csinálja, ír egy hallgató, hogy az ő apja konkrétan foggal herélte a birkákat. De gyerekes sörért? Nem, hogy ez fogadásból? Nem, hogy ez egy bevett dolog, ez igaz? Igaz, hát. Igen, így van. Még malacot is. Hát a malacot azt nem úgy tette. Feri még bikát is heréltek foggal. De a Feri azért tudja, mert december 25-én mindig kizavarták. Feri, vége a karácsonynak, irány malacot herélni. Igen. Aki nem herél ki egy malacot, nem vacsorázik. Figyelj, ezt hogy néz ki ez a foggal herélés? Hogy fiatal korában, vagy amikor megszületik, vagy egy idő után, amikor ivar érett lesz? Hát, hogy? Nem, hát akkor már nem szokták. Veszélyes, mikor a felnőttél válás már olyankor veszélyes, ugyanúgy, mint a sertésnél, hogy minél hamarabb, annál könnyebb kiherélni, mert azok az inak idegek, amik tartják a magát a herét, azok könnyebben elválnak olyan. És egyszer ráharapsz a heréjére, és letéped? Így van. Nem, kihúzom neki tövestől, mert vannak ilyen gyökerek, amik tapadnak. Ugye? De vagány! De vagány! Én ezt is felírom a bakancs listámra. De várj, hogy neked csinálják meg, vagy hogy te csinálj. Én már öreg vagyok ahhoz, hogy nekem csinálják. Nagyon gyerekek, most ide egy birkát, ki akarok egyet herélni foggal? Komolyan mondom, ha valaki tízig behoz egyet, én kiherélem. Ja, bárány, jó, igen. Én az egyébként, hogy a tyúka is, a liba is egyformán. Balázsnak jó lesz egy rohadt nagy kos is. Rohadt városi vagyok. Figyelj! Nem biztos, hogy egy rohadt nagy kosnak a heréj beférnének a szádba. Egyébként te, ugye? De rágós vagy. Semetek vagytok, jó palira vette meg. Figyelj, de nem semmi érzéstelenítés, semmi. Tehát nyilván ez egy teljesen megszokott dolog, ugye nektek, csak nekünk városunk, ez kicsit olyan fura, hogy úristen, közben pedig ez a legtermészetesebb dolog, mint hogy amikor az állat szül, ott az ember kihúzza, segíti. Tehát ettől már annyira eltávolodik a városi ember, hogy ez a fura. Közben ez egy... Na, hát ezt nem tudom, hogy az egyetemen hogy fogják megtanítani. Hmm. Hát a rektor bekiáll a színpadra, és azt bemutatja. Tanár úr, hát ezt nem így kell. Kedves tanulóink, megemelik itt a kis jószágot, szétfújják rajta itt a kócosát, jóra áraknak, a szájukhoz emeli. Hány állatot tettél már boldoggá így? Hát egy párat, igen. De egyébként a kost, vagy hát a kosbárányt azért herélték, már most ez nem annyira szokás, mert abból, hogy mondjam, jobban fejlődik. Ugye azokat a hormonokat, a férfi nemi hormont utána a herék ugye nem termelik, és ezáltal jobban növekszik. Az szokott lenni az ürű. Na most régen azt sok minden, 3-4-4-et csináltak egy falkába, és azt meghagyták, azzal vezették a nyájat. Ha az ürük össze voltak szokatva, meg hát olyankor a juhokat nem piszkálták, csak az ürüt, azt irányították. Az hozzá volt szokva az emberhez, össze voltak kötve, és akkor a juhász szólt nekik, hogy hüelőre, ürüre, és a kutya is csak azokat forgatta, és vezették a nyájat. De hangosan.
ilyen problémák voltak, hogy esetleg tűzeset, az űrűt át lehetett vezetni azon is. És úgy mentek utána, ugye. Akkor kaptak ők csengőt, kolompot, és azok vezették a nyájat. De jó, miket nem tud az ember? A, nagyon érdekes. A vezérűrű kifejezés. Ső ment a vezérűrű, és amerre ment, arra ment, arra mentek a többiek. A kis, pumi, kis pumiaitok is kapnak majd külön képzést, K9-esé felfejlesztik na, őket? Hát, az a helyzet, hogy 100 kutyából egy lesz, ami jó lesz. Tényleg? Nagyon sok, nagyon sok. Van amelyik, ugye olyan, mint az ember, változó, nem mindegyik hajlamos. A mostani ebek nagyon kevés százalékban alkalmasak arra. Mert ugye beltenyészet, túltenyésztés, minél szebb legyen, itt nálam nem számít. Nekem nincs is pulim, mert mudival operálok, ez bevált. Ez. Figyelj, milyen a hangot ad egy birka, amikor herélik? Hát kapják fel egyet. Csináld már meg élőben most. Nekem most még apácáim vannak. Ez erről majd nem akarok tudni. De ez nagyon jól hangzik. Ez legyen a te magánügyed. Hol lehet így élni, zsákán? Így van. Na, ez is fönt van a Jani bakancs listáján. Ezt is felírtam. Igen, ezt nem mond a rádióba. Ez legyen a te magánügyed. Hagyjuk a magánéletedet. Azt jelenti, hogy öcsivel fiatal korban nem akkor ízetik be, amikor első ciklusban, hanem várnak rá egy évet, és akkor jobban kifejlődik az anyajú állománynak való, és akkor most lettek ízetve először, úgyhogy ezekkel rengeteg probléma lesz a jövő hónap 8-ától kell, hogy eljenek. Na, de jó. Tessék, naptár is van hozzá. Hát azon gondolkozom, hogy egy ilyen egyetemi hát, UHS kérdése, mit, tényleg mit tudnak tanítani, hát mindent tudnak. Ha mondjuk, hát azért... mondjuk az neked segítség lenne, ha például ilyen számítógépes farkasfigyelő applikáció, applikáció lenne. Hát nem igazán, mert az úgy, hogy mert mondjam, én szinte itt a legfontosabb a birkánál az az egészségi állapot, a lába. Semmi más. Mert ugye legeltetünk, azzal szedi össze, ha nem tud menni, ott vége van a történet. Ez mondjuk, ezzel vagyunk még így páran. Igen. Hát így van. Igen. És az a legfontosabb, hogy a láb rendben legyen, azt folyamatosan figyelni, valami, ugye most sok esőzés volt, felpuhult a körmű, könnyen sérül, egy kavicsra rálép, már betörik a körme, azonnal csinálni kell, mert különben problémák. Ez hihetetlen, hogy te ezt átlátod, tehát most itt alsó hangulat van 1360 darab láb. A sajátjaidon, meg a pumikon kívül. Igen. Ja. Ja, hogy számolod? Honnan tudod, hogy 340? Tehát így minden nap lefuttatod őket egyszerre? Vagy csak így ránézel, és azt mondod, hogy hát kettő hiányzik, nagy a baj. Hát nem, vagy... mert körülbelül most is egy ilyen 20 méterre vagyok tőlük. Úgyhogy itt eltűnni nem tud. Nekem a fele eltűnne, nekem föl se tűnne. Ötlen egy farkas, mindig elragadna egyébként, egyet. Egyébként így, hogyha összecsapódnak, más, már úgy kívülálló ember, nem mondanának, hogy 340 darab. Aha. Nem tűnik annyinak. De amikor úgy szép annak széledben azért, ja. Akkor úgy szép kis csapat. Hát ez nagyon jól hangzik. Van még egy menne mondna a juhászokkal kapcsolatban, nem tudom megkérdezni. Az csak a magashegyi. Hát tudom. Magashegyi juhászok hosszú időn. A téli legelőre felhajtják az állatokat, és sokkal nem látják az asszonyt. Hosszú időn keresztül nem jönnek le a hegyekből, és magányosak, hogy ez... Ebből... Ez nem működ állatkínzás. Így van. Jónak, jó, jó, csak. Jó, csak az állatnak fáj. Hogy ez, én ezt egyébként halálosan komolyan hallottam még hozzá talán albánoknál, a kecskepásztorok, meg szamarak, hogy azért ez náluk egy egészen bevett dolog. De ez kényszerűség, mert a kaukázusi pásztor nem szereti annyira hátulról betámadni. Hogy na, mindegy, de ezt mesélte nekünk ott talán egy idegenvezető valamikor, hogy ez náluk azért egészen bevett, és hogy nem is annyira furcsa, és hogy úgy, ez úgy ez egy generációs élmény, de hogy ez mindenki tisztában van. Hát nem tudom. Nem. Aha, jó. Kinek a pap, kinek a papni. Igen. Kinek maga kecske. Hát, igen. Nagyon köszönjük, nagyon érdekes szépen. Dolgokat mondtál. János, vigyázz magadra. Meg a birkákra. Jó, jó legeltetés, hogy mit kell mondani? Hát, ja. Nincs ilyen, nem? Hogyha napot inkább. Szembe jön egy másik jó, akkor nem, nincs ilyen. Hát, szembe nem jön, körülbelül olyan 1 kilométerre látom anyáját. Aha. Na, jó, hát akkor hízzon, göndörödjön. János, köszi. Ciao. Hello. Szia. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofonhoz ülnek az éter nagyágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez volt mára a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.